Jó estét kívánok mindenkinek! Tisztelt vendégek, tisztelt alsó némedégek! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai közmeghallgatáson. A közmeghallgatás első részében alsó némedi szolgáltatást nyújtó közszolgáltató, a szolgáltató beszámolóját hallgathatjuk meg, és a beszámolók során kérdéseket tehetnek fel a megjelenteknek. Amennyiben a kérdésükre most nem kapnak választ, akkor kérdéseiket továbbítjuk a címzet felé, és írásban megküldjük a kapott választ a kérdés feltevőjének. Arra kérek mindenkit, hogyha hozzá kíván szólni, akkor a nevét mondja be, hogy a jegyzőcímzet tudjuk rögzíteni. A közmeghallgatás második részében beszámolok önöknek a 2012 év eredményeiről, majd a 2013-as terveket szeretném ismertetni, a beruházásokról, felújításokról. Tájékoztatást nyújtunk a települést és a közigazgatást érintő változásokról. Ezután szintén kérdéseket tehetnek föl a képviselőknek, a jegyzőasszonynak, illetve nekem. Én kérem, hogy először hallgassák meg Kocsis István alezredes úr, Davasi rendőrkapitánynak a beszámolóját, és hogyha a közbiztonsággal van kapcsolatban kérdésük, akkor kérem tegyük fel. Köszönöm szépen, hogy már esetének. Hát talán tisztelettel köszöntöm, hogy Kocsis István rendőr, a Davasi rendőrkapitányság vezetője. Mélységében menő beszámolóval nem készültem, és azt hiszem, hogy már az önkormányzati beszámolókon lesz itt az ideje. Azonban néhány mondatban a 2012-es évről, a közbiztonság vonatkozásában alsó némediről. Azt gondolom, hogy kicsit félvágtunk neki ennek az esztendőnek, hiszen az elmúlt évben 21%-kal csökkent a bűncselekmények száma alsó némediben, és értünk attól, hogy az eredményeket nem fogjuk tudni megtartani, de örömmel mondhatom, hogy igenis sikerült, mert az egy 10 hónapi összevetésben közel stagnál a bűncselekmények száma, sőt, ami úgy gondolom, hogy a lakosságot leginkább irítálja, hogy a vagyonelleni bűncselekmények, ott még egy 19%-os csökkenés figyelhető meg a 10 havi eredmények alapján. Azt gondolom, hogy ez feltétlenül jó eredmény, és említésre érdemes. Ezt nem is tudtuk volna mi önmagunktól elérni. Azt hiszem, hogy ebben nagyon nagy szerepe volt annak, amelyet a polgármester úr és másik kettő polgármester társa kezdeményezésére folytatunk a három településre. Azt hiszem, hogy ennek kapcsán azok a problémák, amik az elmúlt években megfigyelhetőek voltak, ezek sokkal kisebb mértékben fordultak el a településeken, és azt hiszem, hogy élhetőbbek lettek ezek a települések. Én azt gondolom, hogy beszélhetünk itt bármiféle számolatokról, bármiféle csökkenésekről, és beszélhetnék itt akár órát, tehát hogyha önök, akik itt laknak, nem ezeket a adatokat érzik, nem ilyen a közbiztonsági érzetük, úgyhogy én mindjárt át is térnék arra részre, amit polgármester úr említett, hogy szívesen látom a kérdéseket, és hogyha tudok válaszolni, ami bármilyen kérdésük van a közbiztonsággal kapcsolatosan, akár kollégáimat meg tudjuk tenni. De még egyszer hadd köszönnem meg a polgármesteri hivatalnak a támogatást, köszönjem meg a polgárőrségnek a támogatást, közületfelügyelőnek, hiszen kollégáim nem tudtak volna olyan eredményesek lenni az ő segítség támogatások nélkül, amilyenek szerintem is megítélésünk voltak ebben a részben. Köszönöm szépen, és ha van kérdés, és szíves már emberkedésükre. Köszönöm szépen a rövid tájékoztató, és én megkérem önöket, hogyha a közbiztonsággal kapcsolatban van kérdésük, akkor tegyék fel akár mi felénk, erre lesz mondjuk később is lehetőség, elsősorban most Kocsis alezredes úr felé. Csak annyit szeretném hozzátenni, hogy közbiztonság és a lopásról is van szó? Így van. Erről beszéltem, hogy hát akkor én hagyd mondjam meg, hogy valóságban annyit lyuklopások itt, meg aztán vaslopás, a vasakat bementek háborúk, főleg a Kossuth Lajos utca szakad másik felén, hogy te Somogyi Béla utca végig a szakad, tehát nem az útfelő, aki be hát tudni jutni, úgyhogy most is nem konkrét nálunk, de rengeteg tyúkot összeszedtek. És sajnos van benne Némedi, aki átad. Igen. Csak most nem akarom. Már ide kapcsolódni? Mit személy, Némedi személy? Lopások tudom. De konkrétan van elképzelés az elkövetőkre vonatkozóan, ha jól értem. Hogyan? Van elképzelésük az elkövetőre vonatkozóan? Hát olyan elképzelésünk van, hogy
hát hogy meg, hát aki elpadlott, aki rajta tenni, hogy pont ő. Tehát volt ilyen személy? Hát hogy ne? Jó. Hát hogy ne? Utána fogunk járni, nyilván tudok ezekről az eseményekről, de nem tudom. Nem csak azt, hanem locsolomotrok hátul szétszednek, vasakat összeszedik, úgyhogy nincs kímélve, ahol meg tudnak menni. Tudunk ezekről a dolgokról, szerintem a fejlentés is érkezett. Azt mondom, hogy az elmúlt évek viszonylag tehát ez még így is csak egy tendenciát mutat, amit nyilván biztos vagyok benne, hogy nem vigasztalja azt, aki ezt betörtek, hiszen egy betörés az egy olyan dolog, egy olyan szférájába hatolnak be az embernek. Nyilván az okozott vagyoni kár is nagyon tetemű. Bejutnunk abból, bejutnak abba az otthonban, amit az egész életük szorgott munkájával hozta létre, és ott egy idegen járt, és azután kell ott lenni, sokaknak az otthon már utána nem tudja, az otthon lesz. Tehát ne értsek félre, nem azt jelenti, hogy mi hanyat döltünk, és most örülünk, hogy csökkennek a számotok, aminek örülünk, de ugyanúgy tudjuk, hogy van tennivaló. Igen, sajnos volt színes filmlapásunk is, itt szomszédos településről, Dunaharasztiról fogtunk is a elkövetőket. Ez most egy új keletű dolog volt, tehát nem új keletű, ez most újonnan voltak ezek a feljelentések, amelyek érkeztek, igen, itt a tyúklopások vonatkozásával, de szerintem a kollégáktól is fogják tenni kapcsolatot, közmeghallgatást követően ennen, és ha elmondják, hogy ki az, aki tetten érte, ezt majd a szükséges intézkedésként megküldte. Hát elnézést, még egyszer mondom, hát nem csak az, hanem ugye a locsolomotrokat kivitték az emberek, aztán arra mentek rá, hogy oda mentek a szépen. Ez sorozatban volt nyáron. Igen, tudok róla sajnos, és több elkövetőjük is mondták benne fogva. Bízom benne, hogy majd teszik tudni a az, hogy valaki elkövet egy jogsértést, és az, hogy mikor abba ítélet, az egy több szintű az igazságszolgáltatás. Mi ennek az első lépcsőfokán vagyunk, mi a rendőrségi eljárást képviseljük, ezt követően egy ügyészi szakasz, majd a bírósági szakasz, mi arra kiadással le tudunk lenni, illetve abban tudunk lenni, hogy minél inkább megfogjuk az elkövetőket. Azt, hogy ez majd idővel milyen büntetést fog kapni, arra már sajnos ráhatásunk nincs. Sajnos olajlopás. Tudunk erről is. Szomorú. Nézzék, higgyék el, mindent tudom, tehát tisztán van, hogy valami meg az ügyselekmények. Na jó, hát ezt én is mondom, hogy a Kossuth Lajos utca meg van szírozva, hogy itt meg van szírozva, a Kossuth Lajos utcánál van, már kétszében toltak el is vittek. Elősíteni szépen a megtakarított pénzemet. Akkor, az ember volt az ajtó, amikor bementek? De ott már majd. Csak kérdezem, hogy be volt zárva az ajtó, amikor elvitték a megtakarított pénzet? Természetesen azon vagyunk, azt elmondtam önöknek, és nem azért, mert itt van a polgármester és itt van a képviselő testület, alsóni, mert egyik azon önkormányzat, akik rendkívül sokat kiszerít, hogy napra készek legyünk az információk átadásra, amit a migrációs akció keretén belül is két hetente tárgyaltunk nálam az irodámban, hogy milyen a közbiztonsági helyzet a három településen. De ha nem jutnak el hozzánk információk, akkor nem tudunk segíteni. Tegyék meg nyugodtan, a kettő körzeti megbízottjuk van, de szerintem a Zoli és a polgárőrség szintén tudnak ebben segíteni, és ha megvan, tudunk róla, akkor próbálunk benne segíteni. Nem tudom ígérni 100%-ot, hogy lesz elkövető, de mi mindenképpen azon vagyunk, hogy legyen és megszűnnek a bűncselekmények, legalábbis csökkentjük ezeknek a számát. Azt tudom még elmondani ezzel kapcsolatban, rendőri jelenléttel kapcsolatban, a belügyminisztériumban a jelen pillanatban az állománytábla módosításunk, amelynek értelmében elvileg január 1-től, bár ezt inkább most már február 1-re teszem, Ócsa városában önálló rendőrőr fog létrejönni, amely három település lesz a működési körzete, ugye Ócsa, mint a Székhelye, Alsó-Némedy és Tudi. Ez azt jelenti, hogy külön rendőri járőr lesz a körzeti megbízottakon kívül ezen a három településen, ami azt hiszem, hogy ugrásszerűen fogja emelni a rendőri jelenlét ezeken a településeken, és itt már saját őszparancsok lesz, nem Dabason lesz, úgymond kvázi a központ, itt lesz a szomszédos településen, azt mondom, hogy akkor még gyorsabban és még hatékonyabban tudunk reagálni. És amiért kérdeztem, mert el fogunk nagyon sok elkövetőt, hála Istennek, vagy nem is annyira hála Istennek, mert hogyha nem volnának bűncselekmények, akkor nem is kellene elkövetőt fogni. És a térségünket úgy emlegetik, nem elsősorban ezt a települést, nem akarom azt a települést említeni, hogy majd megtettem helyben, ahol szerencsére jó vagyoni helyzetű emberek laknak, de a vagyonuk megbúvása érdekében semmit nem tesznek. Elvérik az ingatlanokat,
és semmiféle riasztórendszert nem alkalmaznak, semmiféle, azért kérdeztem, hogy van, aki még az ajtót sem zárja be. Tehát nekünk is nehéz felvenni a harcot ezekkel az emberekkel. Képzeljék el, hogy van mondjuk éjszaka egy kocsi felkörülés, észreveszi az ember, 25 perc múlva már elcsőben próbálnak meg a bankautomatáról levenni pénzt, és erre ébred. Tehát így, hogyha autóba értékeket hagyunk, látható helyen, hogyha az ingatlanunkat nem őrizzük. Ezeknek a betörőknek, ez egy szigetszentmiklósi betörő csoport volt, részletesen elmondták, feltérképezték a települést, megnézték, hogy van-e riasztórendszer, ahol volt egy kültéri egység, azt már ki is húzták, de oda be sem mentek. Tehát ezen a területen, hála Istennek, olyan lakosok laknak, akik a hosszú évek szorgos munkájával megfelelő vagyoni biztonságot hoztak maguknak létre, csak ennek a megóvására nem fektetnek kellő hangsúlyt. És az aztán 150 ezer forint körülbelül vált, hogy nem tudom, amennyibe kerül egy ilyen rendszer kiépítése. Első hallásra lehet, hogy sok, de amikor bemennek és elvisznek onnan, vagy ott a rongálási kárt helyre kell hozni, azt hiszem, hogy akkor látszik, hogy ez a befektetés az mit jelentett volna. Közlekedésről lehetne szólni? Persze. Hát ez a Kossuth Lajos utcában az a. Tehát az, hogy a Somogyi Villám ugye gyár felül, ugye teljes forgalmunk amifelé. Most nem arról van szó, ez valóban rossz. Olyan gyorsan mentek és előznek, pontosan egynek. A Petőfi utca, hogy van az a polgármester, hogy tudja az a hanyat, tehát ott képesek megelőzni, és hiába húzódunk közel a középre, hogy ahogy a kezébre kell húzódni, mi ahhoz, hogy balra be tudjunk fordulni. Aha. Nem érdemli minket, még figyelembe se akarják tenni, hogy már besétünk, majdnem az áróba bemegy, akkor is előz. És mennek úgy, hogy eszetlenül, és egy pillanat. És az a pavilyon, ami legalább lehet, hogy 20 méter vagy több, fordulnak be a Somogyi Villában, nekünk már előre meg kell állni, ha, hogy mondjam, a második háznál előtt, hogy arra a Kossuth-Lajos utca körözöződésnél át tudjunk menni, mert ugyanis a kavion az úgy is fölötne, vagy a biciklis. Hát nem lehet biciklizni, mert ugye le kell szállni az, hogy bele ne gördüljünk az árokba. És minden tárna mindig kilöki, hát ott folyamatosan látom el, ott járok, és én tudom, hogy mi működik ott, szörnyű. És anyám mondtam akkor, hogy előzni tilos tárgát lehetne valamit csinálni. Ivan Ili, ez önkormányzati tulajdonok és fenntartásukról van szó. Ez nagy probléma ott. Persze, Ivan Ili, ki fogjuk tenni az előzni tilos tárgát, és bízunk abban, hogy amit Kocsis úr is mondott, hogyha Ulcsán megalakul, vagy létrejön az új ős, akkor nagyobb létszámban tud itt lenni, ha rendőrség is tudja ezeket ellenőrizni. Egyetlen látom. Én azért ezt nem tudom, mert én hozzám is jöttek be emberek, hogy hát mi az a nagy rendőri jelenlét, ezt nem mondjuk, hogy... Ez teljességgel kizárt, csatlakozni polgármester úrhoz. Én mondtam, 2-3 hetente ültünk össze a három település polgármesterével átbeszélni éppen aktuális ügyi közbiztonsági helyzetet, és folyamatosan jelezte polgármester úr felé, hogy a lakosságtól érkezett jelzés is mindig elmondom, hogy általában régen ez úgy működött, hogy elment a kapitány egyszer egy évben beszámolt, elmondta, hogy mi történt, és hát utána vagy megoldották, vagy nem egy év múlva megint találkoztak. Én azt mondtam, hogy én ezt nem így szeretném, tehát én ezt úgy szeretném, és ez a három település ebben nagyon élen járt, hogy találkozunk gyakrabban, beszéljük el a problémákat, de ez jelzések kellenek az önök részéről. Számtalan szó is irányítottuk ezt az egész szolgálatvezénylést, változtattuk meg annak érdekében, hogy polgármester úr kérésére Haraszti úton tudjuk mérni, ahol éppen jelezték, épp az utolján ezült eszembe egy jelzésként, ahol így jönnek ezek az autók. Azt azért tőlünk ne várják, nyilván ezért is vagyunk. Tehát hogyha valaki nem olyan módon szocializálódott, nem olyan nem volt gyerekszobályos, nem tudja az általános közlekedési morált betartani, ezekkel az emberekkel mi nem tudunk mit kezdeni, mert nyilván a szabálysértést követel és ott vagyunk érzékeljük. Nyilván nagyobb volna a rendőr jelenlét. Ezen próbálnánk segíteni, meg lesz is nagyobb a rendőr jelenlét, mert mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket az egyes eseteket is vissza tudjuk szorítani. Csak akkor az a kérésem, hogy amikor ez megtörténik, és amikor itt találkozunk, esetlegesen ne egy-két éves dolgokról beszélünk, hanem volt konkrétan egy ilyen, megkeresett a közlekedő megbízott, főleg a helyi lakos, akire tudunk is hatásolni, hogy aki folyamatosan átutazik, ha meg tudnak jegyezni egy rendszámot, akkor tudunk ebben lépni. De így, hogy beszélgetünk általánosságban, veszük a jelzést, próbálom majd erre is reagálni, csak az a kérdés, hogy akkor keressék meg a kollégákat, ketten vannak, főleg az Orcsai és megalakul, még többen lesznek, és akkor próbáljuk őket a jogsértő cselekményeket csírájával elfolytani. Még egyet, hogy nem szólok.
az a nagy kabinon, hát azokat mikor tiltják onnan? Recseg az ablak, a tévébe ilyen csíkok mennek. Hát rettenetes őrület. És az iskolát gyerekek nagyon sokan haragják. Úgyhogy nem lehet átengedni a gyerekeket, hát még fél percet sem érjek. Rettenetes a forgalom, rettenetes. Éva néni, ki vannak tiltva a hagyd mondjak egy példát, amikor ugye nullás tudjuk, hogy milyen állapotban van. Éppen nyomon bedugó, reméljük, hogy jövőre elkészül a déli szakasz, és nem fognak ilyen ütemben bejönni. Tehát mi is próbáltuk azt, hogy hasonlít, mert itt elvette a kamionforgalom, telefonáltuk rendőrségnek, és azt az információt kaptuk, hogy nullás le van zárva, és ugye ez a menekülő út lényegében. Sajnos ez a Pest környék és átmenő forgalommal terhelt településeknek a hátránya. Nyilvánvaló, hogyha ez egy zsákfalu lenne, akkor ennek a hátrányát nem éreznék. El fogunk mindent követni. Ugye most már majd lehet alkalmazni a szabálysértési törvény alapján, hogy a köztörvényfelügyelők is tudnak bírságolni. A közvetlen megbízottak, illetve hogyha gyári őrs föl fog állni, Éva néni, jóval jelentősebb rendőri jelenlétet tudunk itt biztosítani, és tehát csak táblát hiába teszünk ki. Tehát ennek, hogyha nincs foganatja, tehát nincs betartatva büntetésekkel, akkor de ki fogjuk tenni a táblát, de ezzel nem oldódik meg. Csak és ősszel jártunk haza, vagy mások is a traktor, és akkor mi rákiabálnak, lehúzza az ablakot, hogy miért jársz? Hát azért, mert ha. Szóval minden zaklatnak, az autósok... Szóval nagyon szeretném. Egyet még a kamionoknál annyiban kiegészíteném polgármester urat, hogy más településen is probléma volt, én Budin érkezett sok jelzés, és elkezdtem vizsgálni, hogy ami napi post érkezik, az általában 99% Márter kezemen, és számtalan közútkezelői hozzájárulást kapok ahhoz, bizonyos szájtmányozók cégeknél, hogy használhassák ezeket az utakat a behajtani tilos tábla ellenére. Ezeket önök nem tudják, csak amikor jönnek ilyen jelzések, akkor ennek utána járunk és elmondják, hogy lehetőségük van, mert hogy a fontemületet a polgármester úr építik az N0-ást, és mondjuk oda szállítanak, és mondjuk jön egy cégnek 10 rendszáma, hogy ezek az autók már pedig járhatnak, hiába van kint a tábla. Tehát ez csak egy lehetőség, hogy levédetjük az utat, de még mindig vannak kivételek, ami nem biztos, hogy önök tudják, az a kamionnal nincsen rájúva, de mégis közöketetnek a táblák ellenére. Éva néni, azt nem tessék mondani, hogy egy szót sem. Nagyon szépen köszönjük ezeket az észrevételeket, és megpróbáljuk ezeket a lehetőségekhez képest a legjobban kezelni. Köszönjük. Köszönöm szépen. Közbiztonsággal kapcsolatban van-e valakinek kérdése még? Talánk meg. Akkor én is szólok, Dózsa Vesné vagyok. Azt szeretném mondani, hogy mi is így jártunk, hogy kint a kedvet, de a locsoló motorokról leszerelték a üdő. Mindenki, és a miénken meg átmentek keresztbe a csövön, úgyhogy ilyen alapú lett a cső. És hát azt mondják, nem tudnak, nem kapnak senkit. Én mondtam ott mindenkinek, hogy akinek leszerelték, jöjjön be és jelentse be, de azt mondták, úgyse csinálnak vele semmit se, és nem jelentette ott senkit sem. Hát, pedig most volt az őszre. Azt nem mondom, hogy senki nem jelentette, mert többen jelentették, és hogy a kapitány úr el is mondta, tehát több csoport el is lett kapva. Sajnos olyan is volt, ugye pont a Gábor volt ennek részese, hogyha jól tudom, hogy némedi emberke is szerepelt ezekbe a akciókba. Sajnos, tehát megszüntetni ezeket biztos, hogy nem tudjuk. Az a jó, hogyha minél több földerítés vagy bejelentés van, illetve nem az a jó, hanem minél kevesebb lenne, az lenne jó, hogyha maga bűncselekmény kevés lenne, de az egyszer megtörténik, hogy nyilvánvaló, hogy az a jó, hogyha bejelentik, mert a rendőrségnek is, hogyha több nyomban sokkal könnyebben tudja azonosítani, mint hogyha nem jelentik be. Tehát tényleg volt olyan, aki én hozzám is bejött, és mondta, hogy őnek ellopták a hűtőjét, és mondom, mikor 3 hete, és mondom, följelentést tettél, hát nem tettem, mert úgyse nem... Igen, jó, mindenkinek mondtam, akinek leszerelték, hogy menjenek be, jelentsék be, mert tudjanak róla. Azt mondják, hogy mit csinál, úgyse csinálnak vele semmit sem. Ezt azért is mondom, azért is szeretném megszápolni, hogy 2012. április közepén a jogszabályi háttér megváltott, és a szabálysértési törvény módosulásával ugye 50 000 forint felvették a
szabálysértési értékhatárt, és sokan azt gondolják, hogy a szabálysértésekkel nem foglalkozik a rendőrség, sőt a Dobos rendőrkapitányság rendkívül szigorúan foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Megmondom őszintén, hogy én úgy ítélem meg, hogy még jobban is tudunk a szankciórendszerrel élni, hiszen itt van lehetőségünk őrizetben lenni, szabálysértési őrizetben lenni, tulajdonában a szabálysértő. Még ezt a büntető eljárásban egy 30 000-es kárnál rendkívül kicsi volt a valószínűsége, és ezt mi meg is tesszük, és áramlatilag bíróság elé is állítjuk, és elég súlyos büntetéseket is kapnak. Tehát, hogyha ezeket megteszik, még ha nem is érje az 50 000 forintot, mi itt külterületi dolgokról beszélünk, itt valószínűleg, hogy szabálysértésekről lehet szó, hogyha nincs esetleg olyan minősítő körülmények, ezt felminősíteni. Úgy gondolom, hogy tegyék meg, mert van erre egy szabálysértési előkészítő csoportunk, akik csak ezzel az ügyekkel foglalkoznak, a körülötti megbízottak megteszik az elsődleges intézkedésre a járőrök, és utána elő tudjuk őket állítani, amennyiben van elkövető, és tudunk ebben eredményeket produkálni, sokkal többet, mint hogyha 2-3 év múlva büntetőeljárásba kapott volna egy ennyibennyit, vagy mondjuk 3 napon belül kap egy 10 napos elzárás, mutatják, hogy az sem sok, de higgyék el, hogy nekik ez nagyobb visszatartó erő, mint egy esetleges büntetőeljárásban. 3 év múlva azt mondják, hogy hát már az időmúlása és stb. És hát akkor felejtsük el, és akkor kap egy próbára bocsátást mondjuk. De nem akarom én kritizálni az igazságszolgáltatásnak a más szerveit, de higgyék el, hogy itt is a kisebb értékű dolgoknál is nagyon jó ez a szankciórendszer, ami most rendelkezésünkre. Én volt, akinek már szóltam, mert benne jártak a földünk, nem nagy a földünk van, de biztos, hogy megtalálják. És akkor azt mondták, hogy 20 000 forintért lophatunk, nem csinálunk, hogy se velünk semmit se. Ezt mondták. Hát, április előtt mondták szépen. És a másik nem... Már azt gondolják, hogy 50 000-ig lophatnak, de gondolják csak. Egy forintot se lophatnak. A nagy gödörnél ki voltunk a múltkor a gyerekekkel játszótéren, és fiatal gyerekek bicskával játszottak ott, meg élezték a késeket, meg a bicskákat. Hát én majd felszkaptam, és oda meg akartam menni, hát a testvérem nem engedte, hogy ne menjek oda, ne szóljon oda. Ott volt egy fiatal ember, oda mentem hozzá, hogy szóljon nekik, hogy menjenek innen, ne bicskázzanak. Egy gyereket ismertem, a többit nem ismertem, mert nem ismerek ezeket a fiatalokat. És oda meg a fiatal embernek szóltam, hogy hát maga mégiscsak férfi, szóljon már nekik. Azt mondja, hogy te ott szólok, utána azért, hogy a 4 gyerekemen álljanak hosszút, és nem szólt neki. Sajnos ez. Úgy. És akkor én megint oda akartam menni, de hát testvérem, de még azt mondja, hát ő nem mert oda menne fiatal, nem azt mondja, oda akart menni. Mert a lakásban 107-112, de most nem lefotításáról kérdés, mert mennyi is fognak korábbi. És kint voltak a nagyövőben, a gyerekek és bicskába, ott hadonáztak meg, éreztek. Ne is fogjanak bele ilyen intézkedésekbe, ezt megteszik a kollégáim. Jó, ne tetszik menni, ha még a segíti esetleg, hogyha látja, és esetleg és alá, egy információ, amire kér a kolléga, hogy merre mentek, ezzel úgy segíteni, ne is menjen közel hozzájuk, tegyen bejelentést. Hát én hol akartam menni, csak nem elkezdtem. Honnan a fiatal ember azt mondta, hogy ő meg nem, azért, hogy ő gyereken bosszút állnak, hogy nem megy oda, ő nem fog szólni. Úgyhogy egy fiatal ember így fél, ilyen tapnyos gyerekek, és ilyen tapnyos gyerekektől, hát... Annyit azért hagyd mondjak, hogy köszönjük az információt, azért hál' Istennek Alsó-Németin a köztudaten elkövetett erőszakos cselekedeteket azért nem jellemzőek. Tehát nem tudunk hozni, hál' Istennek 5-10 ilyen példát, amikor azt mondjuk, hogy ezt is elverték, azt is elverték, illetve volt itt olyan, amikor ugye épp bejelentés érkezett és kiderült, hogy hát nem is köztudaten volt, hanem a kocsmában is ők ezt a ütegedést, ugye az egyik eset, de szólni kell a rendőrségnek. Én is azt tudom mondani, szólni kell a közterületfelügyelőnek, és ezeket az eseteket meg kell jelenteni minél hamarabb. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez nagyon javára, én is azt szeretném kérdezni, hogy mennyire gyakori az ilyen lukas csalásról, azt mondtam, hogy elég egyedül álló ügyes, akkor nem ezekre működött. Igen, bár most az időszakban nem annyira de mindig vannak ilyen hullámokban, és elsősorban ünnepek tájéken csak egy veszélyeztetettebb időszak, hiszen van alapja vagy oka arra, hogy elhitesse azt, hogy épp valahonnan jött valamilyen szeretett szolgálatból, vagy csak többi szolgálatotól, és ilyenkor az emberek talán engedékeny, ezek más lelkületőek fönnöttek a területünkön is, és hát nagyon nehéz velük mit kérdeni, hiszen általában is az idősekhez mennek be, a személyleírás rendkívül, kicsit fognak adni, nagyon megnehezíti, vannak olyan eseteink, hogy tudjuk ki az elkövető, de tagadja, és a sértettet nem tudja felismerni, tehát nagyon nehéz vagy a bizonyítás. Itt azt kérem, hogy esetlegesen látnak, hogy a településen idegenek ilyen szándékkal
kóborolnak céltalanul, akkor tegyék meg a bejelentést. Még mindig kérdünk, esetleg elmondják, hogy kézzelfogható az a magyarázat, amiért itt vannak, vagy ha nem is arra tudják, hogy innen bizony el kell menni, mert gyorsan itt a rendőrség, vagy gyorsan itt a polgárőrség, közterületfelügyelőség az. És sajnos van, igen, elmondható, hogy van. Most így nekem alsóni, mert ebből a szempontból annyira felközöttnek nem tűnik, annyira nem tűnik, hogy én visszagondolok, de ez a fordulat, hogy ilyen legyen inkább a kapitányság déli területén jellemző. Azért vannak olyan bejelentések, hogy például a vízmű vagy a csatorna mű nevében jöttek, és szeretnék megnézni a hálózatot. Ugye ez az egyik. A másik nagyon-nagyon jelentős számot tesz ki, az összesből úgy gondoltam, amikor pénzt jönnek fölváltani. Ilyen idősökben. Tehát ezek előre tudják, hogy hova kell menni. Tehát ne gondolja senki, hogy az Alsó-Németre beesett, és megjár egy háznál, és oda bemegy. Ez ő úgy jön, hogy Alsó-Németi Kisfaludi utca 16, mert ott egyedülálló idős asszony van, és akkor bemegy, hogy jaj, 20 000 sem van, de tessék már fölváltani, ugye megpróbálja fölváltani, jaj, rosszabb esetben ketten vannak, az egyik addig összeszedi az értékeket, vagy olyan is előfordult, hogy hamis 20 000-est hagytak ott. Tehát ezeknek meg én az kérésem, hogy senki ne dőljön be. Van Alsó-Németin pénzintézet, hogyha váltani akar, akkor menjen be oda és váltson. Sajnos a hiszékenységnek vagyunk nagyon sokszor állapotai különben. Vagy olyan történt szintén, hogy ketten jöttek, és akkor kért valami kis zöldséget, kimentek a fóliába, és visszajöttek, akkor arra az első részt pedig kibakolták. De ezekről nyilvánvaló, hogy ezek nagyon rosszabb a cselekmények, de ezeknek nagy része megelőzhető lenne, hogyha a lakosok is egy picit jobban odafigyelnének a környezetükre és a saját területükre. Elmondhatok valamit? Én megoldást tudom rá. Én mondom, hogyha ez csak beszélgetési szint, akkor én azt kérem, hogy hagyjuk a később időszakra, mert parancsnok úrnak tudom, hogy programja van. Úgyhogy és utána, amikor lesz a két és felkerül, akkor akkor közbiztonsággal kapcsolatban valamint valakinek kérdése, hogyha nincs, akkor én szeretném megköszönni a kapitány úrnak, illetve a Dabasi rendőrségnek, illetve a közötti megbízottainknak, a közterületfelügyelőnek és a polgárőrségnek azt a munkát, amit Alsó-Németi közbiztonságáért végeztek, kívánok nekik áldott békés karácsony boldog esztendőt. Most a DAKÖV Kft. Képviseletében, mert a későbbiekben kiérünk ugye Alsó-Németin is a víz és a csatorna ellátás szolgáltatás az átszervezésre került törvényi kötelezettség miatt, és most már a DAKÖV Kft. Végzi mind a csatorna, mind a víz szolgáltatást, ugye a vízet eddig a DAKÖV végezte a csatornát a önkormányzati tulajdonban lévő Ervek Kft. Az Ervek Kft. Amikor beolvadt a DAKÖV-be, és lényegében most már a DAKÖV Kft. Végzi mind a két szolgáltatást, DAKÖV Kft. Képviseletében Gondra Miklós, aki a Alsó-Németi Üzemegységnek a vezetője, egy rövid pár szót Miklós, és hogyha kérdés van, akkor ugyanúgy fölteszik. Köszönöm szépen. Polgármester úr is. Említette tavaly, hogy a 30. országgyűlés elfogadta a vízközmű törvényt, az egy jobb érdekű népet, aminek a lényege, hogy továbbiakban már ilyen vízüzemeltetők nem üzemeltethetnek, csak nagyobb cégek, ezért történt ez a beoldás. De én nagyon bízom benne, hogy ezt önök, mint használó fogyasztók nem vették észre, hiszen az itteni üzemeltetést végző dolgozók azok mind maradtak, a lehetőségeink változatlanok. Valóban most már nem önkormányzati tulajdonú
erre a kártyé nevében végezik az ellenzék, hanem is, mint tagjogkártyé, de úgy is ott vagyunk ugyanabban a rendszerben üzemelünk. Én nagyon remélem, hogy nem vették észre, hogy mi üzemelünk, mert főleg a Szentgyűz részét az a jó, hogyha nem tudják, hogy működik meg az a most már a ügyi hozatok, inkább azért bízom benne, hogy a visszaszolgáltatások is meg voltak elégedve. Események, hát egy picit itt most a kapitány úr jelenléte leszem, hogy sajnos a mi fő eseményünk januárban egy csúnya betörés volt a Szentgyűz telepen, ahol durván egy 1 millió forintos kár keletkezett, illetve volt még egy kisebb fém lopás a gépházunknál, a Takács utcánál. Mindig mondjuk még a utaknak a sikosságmentesítését, illetve a körutak karbantartását. Én nagyon bízom benne, hogy ezek nem az elégetek. Idén, január végén, február elején elég komoly próbáltak bennünket a kérdezni, azt hiszem, hogy is kikerült végig a szövetkezőt biztosítani, hogy már így is kellett dolgozunk. Remélem, hogy általában is tudjuk biztosítani mind a folyékony szolgáltatást, mind pedig a utaknak a hálózatát már tartunk. A kérdésük van, nagyon szívesen várunk. Köszönöm szépen. És a kérdésük van, víz és csatorna szolgáltatással kapcsolatban, illetve a síkosságmentesítéssel, bár az én nekem is feltettük a síkosságmentesítést, mert ugye a megrendelők mi vagyunk, lényegében még szükség a szolgáltatást végzni. Az alkotmánybíróság november 15-én nem a mi rendeletünket, hanem az önkormányzatok ezen rendelet alkotási jogát, ezt szüntette meg, tehát elutasítottuk, hogy és nagy lelkesen, hogy megpróbáljuk az utcaképet, hogy ne legyen senki előtt ekkora, meg ekkora gaz. Hát tényleg rossz és rossz település képet mutat, amikor egy rendezett utcában két-három összetelek előtt nyakig érő a ezt is az áruba, és onnan veti a záróból, vagy földről a főnek, hogy tovább, igen, igen, ez az útépítéseknél, és ez megint ugye nem ide tartozik, későbbiekben visszatérhetünk rá, az útépítéseknél találkoztunk mi is azzal a problémával, hogy mindenki a szomszéd előtt akar árkot. Tehát saját maga előtt ne legyen, csak a szomszéd előtt, ezért nagyon tud harcolni is. Nem működik sajnos. Azért most, hogyha megnézi, Éva néni, nagyon sok utcát lepatkáztunk, tehát a fölhúzott patkar ezt le lett nyesve, ugyanígy azokat az utakat is, ami nem önkormányzati kezelésben vannak, tehát el lett végezve a Somogyi Béla úton, el lett végezve a Haraszti úton, de nagyon sok utcán, Széchenyi utca, a Halászi Károly utcába, a Temető utcába, a Rákóczi utcába, tehát Kossuth utcába, tehát ezeket folyamatosan próbáljuk kezelni. Sajnos sok lakosnak az igényessége ez a kerítéséig tart, és hogyha a kerítésen ki kell lépni, akkor már megszűnik az igényessége. Reméljük, hogy majd az emberek fejébe egy kicsit megvilágosodik ez a kérdés is. És hogyha csatornával kapcsolatban nincs, ugye egyetlen egy dolgot nem tudunk, ezt is néha már szerintre vetették, hogy előre nem tudjuk ahova eltakarítani. Tehát a hónak le kell esni ahhoz, hogy el tudjuk takarítani, és nyilván a hóeltakarításnak vannak szabályai, hogy ha hideg van, nagy hóesés várható, akkor alásózunk, de viszont tudni kell, hogy mínusz 5 fok alatt, 5-6 fok alatt a sónak nincsen olvasztó hatása, tehát olyankor csak eldúzni tudjuk, és akkor keletkezik ez a korcsolyapálya jellegű út. Azért erre is egy példát hagyd mondjak, hogy
Az egyik alkalommal fölhívtak a Árpád út és az ötös kereszteződésénél állt egy hölgy, és mondja, hogy ez micsoda szemét munka, mely nem tud fölmenni az útra. Pont indultam Pest felé, megálltam, hát egy, az automárka az nem lényeges, tehát most, de azt is elmondom, egy egy-egyes Suzuki, lekopott nyári gumival, télen, és benne két kisgyerek. És mondja, hogy ő neki Pestre kell menni, mit csináljon. De azt tudtam neki tanácsolni, hogy ne haragudjon, forduljon meg, álljon be az autóval, a garázsba, vagy az udvarra, és vagy égjél a tömegközlekedés. Sajnos nagyon sokszor maga a járművek és az embereknek a fejében is komoly probléma van. Mondjuk ki kell menni például Ausztriába, ahol sok helyen nem is sóznak egyáltalán, ugye környezetvédelmi okok miatt. Ugye itt alsó Némedén, illetve Magyarországon a közutakat még lehet sózni, tehát lehet használni a klorittartalmú útszórót. Nyilván ebbe is bele van keverve érdesítő anyag, tehát nem csak a sónak, hanem maga az érdesítő felület, vagy a anyagnak is a jótékony hatása, val megpróbáljuk az utakat járhatóvá tenni. Van-e valakinek kérdése? Hogyha nincs, Miklós, én megköszönöm a beszámolódat, és persze, mint a sütémányokat, örülünk neki. És akkor most engedjék meg, hogy az elmúlt, illetve ez az év, most már majdnem teljes egészében mögöttünk van, illetve a jövő évi kilátások szóval tervekről tájékoztassa minket. Alsó-Némedi gazdálkodását a 2012-es évben a stabil pénzügyi helyzet és a kiegyensúlyozottság jellemezte. A nehéz gazdasági helyzet ellenére 2011-ben mintegy 650 millió adóbevételünk volt, 2012. november 30-áig 550 millió forint befizetés érkezett. Az államtól kapott normatív támogatások összege mintegy 175 millió forint ebben az évben. Mire fordítottuk ezeket a bevételeket? Egy részét működési költség felezésére. Sajnos az önkormányzatok egyre jobban finanszírozottá váltak. A pénz egy részéből biztosítottuk intézményeink magasszínű működését, valamint a magasszínvonalú kulturális és szórakoztató rendezvényeket tartunk. Működési kiadásunk egy évben többet 200 millió forint. Hogy ez időt tevődik össze, az iskola fenntartása mintegy 230 millió forint. Óvoda fenntartása 130 millió forint. Művelődési ház fenntartása, és itt nem az épület fenntartása, hanem az egész intézmény működtetésére kell gondolni, mintegy 26 millió forint, ebből rendezvényekre 2 millió forintot fordítottunk. A polgármesteri hivatal működtetésére 130 millió forint, ugye ebben benne vannak például az útjavítások, az útkarbantartások, a sikosságmentesítés, stb. Védőnői szolgálat, orvosi ügyelet, egészségügyel kapcsolatos kiadások között 21 millió forint. Partfenntartás, közterület fenntartás 13 millió forint. Mezőőrség 11 millió forint, ezen kívül családsegítő szolgálat, stb. Engedjük meg, hogy más megbontásban is ismertessem a számokat. Bér és járulékaira kifizettünk, vagy kifizettünk ebben az évben körülbelül 410 millió forintot az önkormányzatnál. Ugye 140 alkalmazottat jelent, ebben benne van a pedagógustól kezdve, a szobónőn keresztül, a mezőrön át mindenki. Dologi kiadásokra 300 millió forintot költöttünk, segélyezésekre 16 millió forintot, ebből, hogy az államtól visszakaptunk, 10 millió forintot. Sajnos ebben benne vannak azok a segélyezések is, ami kötelező, és a kötelező segélyezések, tehát nincs méltányossági lehetőség az önkormányzatnak, hogyha megfelel a szociális törvényben előírtaknak, akkor azért meg is ennek általában 15-20% az önkormányzati terve, többi pedig az állam normatívan kutatja. Az iskolai tornacsarnok építéshez kibocsátott kötvény tőketörlesztésére következő évben ugye 75 millió forintot fordítunk, ebben az évben indult a tőketörlesztés fél évkor, tehát ebben az évben 37 millió forintba került. Ennek a kötménynek a kamatterhe évente mintegy 45 millió forint. ASE támogatására 9 millió forintot fordítottunk. Ugye ebben az évben most kapnak plusz 2 millió forintot, ez a jövő évi támogatás előrehozása.
polgár támogató civil szervezeteket, egyházakat, testvértelepüléseket, polgárőrséget, valamint a rendőrséget a működésbe, a működésbe, mind a közveszi megbízottakat, mind pedig a taposi kapitányságot. Másik részét beruházásokra, felújításokra költöttük. 2012 évben megvalósult beruházások, fejlesztések a teljesség igénye nélkül, tehát 6 utcát szilárd burkolattal láttunk el, ez a beruházás mintegy 150 millió forintba került. Egy utcába a közvilágítást építettünk ki. A 6 utca az a Zrínyi Diófa Nyárfa, Aranyág, az Óvoda melletti rész és a Mátyás Király. Ezekben az utcákban kiépült a felszíni vízkezelés, tehát a szikrasztó átlag. Az iskolában a műfőves pálya körül 4 sávos atlétikai pályát építettünk, mintegy 35 millió forint értékben. Ehhez a beruházáshoz 18 millió forint államtámogatást nyertünk. Rendeztük az iskola belső udvarát, ez mintegy 5 millió forintba került. Én arra kérem önöket, hogyha arra járnak, akkor jelentkezzenek az iskolához, és nézzük meg, hogy milyen csodálatosan néz ki az intézmény. Ugyanezt tudom elmondani az óvodáinkra is. Játszóteret építettünk a Nagyvölgyben. Ez a játszótér mindennel együtt 8 millió forintba került. Ehhez a GLS Hungary Kft-től 2 millió forint támogatást kaptunk alapítványon keresztül, melyet bár nincsen itt, de ezután is megköszönjük nekik a település lakóinkben. Elkezdődött a Szennyvíz Disztrikó terület felújítási és bővítés beruházása. Elindítottunk egy felújítási programot, melyel a települést szeretnénk szebbé, lakhatóbbá varázsolni. Ennek kapcsán például 100 házfát ültetünk a Szilágyi Erzsébet utca környékén. Közútkezelővel sikerült megegyezni a temetőig pótoltuk a hiányzó platánokat, amelyhez szintén 1,4 millió forint támogatást kaptunk a GLS-től. A Damjanich utcai játszótér és a vízműtelep környékén szintén több mint 100 fát telepítettünk. Ezeknek a fásításunknak az összköltsége több mint 5 millió forint. Készítjük újabb utcák aszfaltozási tervét. 2013-ban a most még úgymond a régi település részen levő utcákat szeretnénk leaszfaltozni, ezekre készülnek a tervek. Tehát itt a Bajcsi-Zsirinszki utca, Petőfi utca, Ó utca, Vörösmarty utca, tehát ezekre készül most a terv, és jövőre reméljük, hogy a maga az aszfaltozás is meg lesz, vagy el lesz készítve. Több külterületi utat felújítottunk, többek között ugye a Vágy utat, elértük azt, hogy most már a kamionokat is 80-nal tudnak menni. Önkormányzat tulajdonában lévő területet iparterületté alakítunk, ugye ez a Birgeljárás 2, kint az elkerülő mellett. Készül a hész felülvizsgálata, természetvédelmi területek lettek kijelölve. A településen az összes padokat felújítottuk, kemencét és kerítést építettünk a faluháznál, Sárkánytónál, ugye volt egy fakipusztulás, annak a pótlását, illetve az erdőfelújítását elvégeztük. Tehát ezeket végeztük ebben az évben. Természetesen nem lett felsorolva ugye a beltető utaknak a karbantartása. Én úgy gondolom, hogy most már 2 év óta, hogyha ha keletkezik egy kátyú, az nem örök életű, hanem nagyon rövid időn belül ezt megpróbáljuk szüntetni. Terveink a jövőre nézve, tehát újabb 4-6 utca aszfaltozása, szeretnénk járdát építeni azokon a helyeken, ahol veszélyes nagyon, inkább úgy mondom, hogy ahol a legveszélyesebb gyalogosoknak a közúton közlekedni, ilyen például a Somogyi Béla utca. Önkormányzati épületek sajnos eléggé lerobbant állapotban vannak, mint például maga ez az Opálház is, a régi kultúrház, akkor a Kékesi ház, illetve az iskolának a régi részében a fűtéspószerűtés. Tehát ezeket szeretnénk jövőre felújítani. Kerékpárutatnak a tervezését, vagy a felújítását tervezzük, de most az aszfalt annyira össze van repedezve, hogy aki kibiciklizik meg vissza, az tengeri beteg lesz, mire visszaér. Ki kell építenünk az öreg tó
Öregtói utcának a közvilágítását. Szeretnénk a központi orvosi rendelő tervezését befejezni, illetve az építésnek az elkezdését. Szeretnénk parkosítani az öreg temetőben mintegy 2 hektárnyi területet. A parkokat szeretnénk felújítani, mert sajnos az elmúlt 2 száraz év miatt nagyon sok fa pusztulás volt a parkokban. Elkezdjük, hogy minden évben legalább egy parkban utat teszünk le, hogy tudjuk öntözni, mert hiába újítjuk fel, hiába építjük meg a parkokat nagyon szépre, hogy utána nem tudjuk kezelni. Első lépcsőben a Nagy-Gödörbe kerül a kútfúrás. A Nagy-Gödörbe szintén egy több funkciós sportpálya építését fogjuk megvalósítani. Ehhez nyertünk szintén mindegy 18 millió forint állami támogatást. Tehát a mostani kispálya helyén lesz egy több funkciós műanyag burkolatú sportpálya. Ugye a szennyvíztisztító telep megépítése folyamatban fog lenni a következő évben. Szeretnénk az Ötös út és a Lucernások közötti területet, amit most ugye a közútkezelő kivágott, ez nem önkormányzati tulajdonban van, hanem állami tulajdonban és közútkezelői használatban. Ezt szeretnénk megszerezni tulajdonba, és ott egy parkerdő jellegű kis részt kiépíteni, tehát azért, hogy ugye az a településnek szerves része, tehát lényegében lakott területtel kapcsolódik, és ne egy csúnya sarjaló akácerdő legyen, hanem egy szépen rendezett parkosított erdő. Szeretnénk megterveztetni a településközpontot, hogy egy olyan hely legyen, vagy olyan rész, aminek egy egyedi és sajátos arculata van. Tájékoztató táblákat szeretnénk kihelyezni a település több pontján, ahol ha megáll valaki, aki nem alsó némedi, hogy megtudja azt, hogy egyrészt ő hol van, és hogyha különböző célokat szeretne alsó némedin elérni, akkor ezt ott meg tudja nézni, hogy merre kell menni. Szeretnénk majd a helyi piacot bővíteni, ez a faluház környékére van tervezve, képviselőtestületi ülés még természet vagy döntés erről nincsen. Hogyha erre lesz igény, hát reméljük, hogy lesz. Az első lépéseket mi megtettük, ugye minden szombaton itt alattunk, illetve nem alattunk előttünk a alsónémedi termelőknek, illetve olyan termékkel, ami nem nincs alsónémedi, itt az almásról például, tehát már működik a helyi piac. Kérek mindenkit, hogy mind vásárlóként, mind pedig árusként jöjjenek el, mert minél nagyobb a forgalom, annál jobb alsónémedinek. Alsónémedi lehetőleg fogyasztom alsónémedi megtermelt terméket. Betervezünk a Haraszti útra egy forgalomlassító szigetet. Ugye itt a kocsis útparancsnok úgy is elmondta, hogy ott is trafikpark mérések vannak. Hát a legnagyobb sebességgel, amit lemértek, az 122 km/h volt lakott területen. Hát gondolom, hogy nem kell senkinek sem mondani, hogy ott már akár egy gyerek, akár egy idős, akár egy felnőtt, hogyha kilép, az menthetetlen. Hozzáteszem azt is, hogy a trafikpark szorás során volt olyan alsónémedi is, akit megcsippentettek és főháborodva jött be, hogy hát micsoda személy dolog ez, hogy mi azért fizetünk a rendőröknek, hogy az alsónémedi embereket megmentessék. Tehát ezt én nem igazán tudom kezelni. Azt mondom, hogy a lakott területen belül, még hogyha 60-nal megy valaki, az nem is bünteti a rendőrség se, de a 122 az már eléggé van. Ezek a beruházásokra, fejlesztésekre a pénzügyi fedezet biztosítva van, hiszen jelentős megtakarításokkal, tartalékokkal és adóbevételekkel rendelkezünk. Az önkormányzatnak nagy az ingatlan állománya, melyet célszerű lenne csökkenteni, de ezt az elhúzódó gazdasági válság miatt, az ingatlanok alacsony ára miatt nem tudjuk most megtenni. Alsónémedi költségvetésében nagy súlya szerepel a vállalkozások által befizetett adóforintok. Ezek nélkül nem tudnánk az intézményeinket így magas szinten működtetni, nem tudnánk a beruházásokat, felújításokat megvalósítani. Kevés olyan település van, ahol nincs például a lakosságot sújtó adó kivetve. Alsónémedi ezen települések egyike.
településünk működését jelen pillanatban, tehát a működés finanszírozását egyértelműen a vállalkozások biztosítják. Tisztelt alsónémediek! A települést érintő változásokról szeretnénk egy, illetve a település és a közigazgatás érintő változásokról beszámolni. Ugye ez a 2012-es év nagyon sok változást hozott. Évelején úgy indultunk például, hogy az önkormányzatnál mindegy intézményt szét kellett választani könyvelés szempontjából, tehát eddig egy könyvelés volt, most jelen pillanatban, ugye különben önkormányzat polgármesteri, ha így van, de felsorolom, önkormányzat polgármesteri hivatal, műfáz, óvoda, iskola és a kisebbségi önkormányzat. Ezt vettük az akadályokat, pénzügyi vezetőségünk tegnap volt továbbképzésen, örmény kisebbség van alsónémeden, igen. A pénzügyi vezetőnk tegnap volt továbbképzésen, és azt az információt kapta, hogy 2013. január 1-től ismét teljesen át lesz a könyvelés írva, új szabályok fognak életbe lépni. Meg fogjuk oldani ezeket az akadályokat, óriási nagy teher ezeket a plusz munkákat elvégezni. A 2012-ben törvényhozók ugye a járási rendszer kialakításáról megalkották a törvényeket. 2013. ugye ismét járási rendszerbe leszünk. Alsónémedi a gyári járásba került. Tudom Évanéni, hogy többször kérte a képviselő testület, hogy kétszer hozott ilyen határozatot. Nyomatékosan kérte, hogy a darasi járáshoz kerüljünk. Ugye ezt nem fogadták. Most jelen pillanatban nem biztos, hogy azért ennek olyan nagyon nagy hátrányát fogjuk érezni, mint amitől féltünk. A járási rendszer kialakításáról a jegyzőasszony mindjárt egy picit bővebben fog szólni. Annyit csak előzőként hogy mondjak, hogy alsónémedin lesz kihelyezett ügyfél fogadás, tehát nem csak ügyintéző, tehát olyan ügyintéző lesz, aki nem csak átveszi az iratokat, hanem maga az ügyeket is föl fogja dolgozni, tehát nem kell továbbra se gyára menni a járásra kapcsolatban, legalábbis nem sok ügyben lesz, olyan ügy, amivel menni kell mondani. 2013. január 1-től az iskolát az állam átvette fenntartóként. Ugye ez azt jelenti, hogy 2013. január 1-től a pedagógusok, illetve a pedagógba, a tanítást, az oktatás segítő személyeknek a bére, ezeknek a közterhelyi, illetve ezeknek a személyeknek maga az irányítás, a munkáltatói jogkör, ez az államot fog átkerülni. 2012-ben Miklós érintette, ugye a víziközmű törvénynek megfelelően meg kellett szüntetni a helyi szolgáltatókat, és lényegében most a DAKÖV Kft. Életet erre fölfejlesztve, továbbra is annak a tagjai vagyunk. Eddig például az erdek az kívülállóan önkormányzati tulajdonú volt, és csak alsónémedi szolgáltatott. Most a DAKÖV 57 település, bocsánat, nek a víz és szennyvíz szolgáltatását fogja ellátni. Törvényi kötelezettség volt, reméljük, hogy a Miklós is mondta, eznek a lakosság nem fogja hátrányát érezni. 2013. január 1-től változik a 20. szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások. Lakosságot nem érinti, önkormányzatot érinti, ugye itt most megvan lényegében a házhoz menő szelektív gyűjtés, ez marad, megvan ugye hetente egyszer a kommunális hulladék elszállítás, tehát a kukagyűjtés, ez is marad. Olyan változások lesznek például, hogy tehát mondom, az önkormányzatot érinti elsősorban, tehát újra kell pályáztatni, le lesz korlátozva, hogy ki kellett szerződést kötni, illetve még egy fontos körülmény. 2013. január 1-től bevezetik a lerakási illetéket, ami tonnánként 3000 forint lesz.
és minden évben 3000 forinttal nő, addig még 12000 forintot el nem éri ennek a teljes összege. Jelen pillanatban nem is tervezzük, meg nincs is törvényi lehetőség arra, hogy a lakosságra át legyen terhelve. Tehát össze-vissza egy infláció alatti 4,2%-os emelés lesz majd tervezve, de az önkormányzatoknak ez viszont plusz költséget jelent, tehát kevesebb marad fejlesztésre, felújításra, stb. Ugye változik az önkormányzati finanszírozás, eddig egy normatív támogatás volt, 2013 január 1-től pedig egy úgynevezett feladat alapú finanszírozás fog jönni. Alsó néven itt ez a változások úgy néz ki, hogy negatívan fogják érinteni, tehát nyilvánvaló, hogy azoktól a településektől tudnak elvenni, amelyiktől lehet, tehát nem attól, ahol nem tudják kifizetni a béreket sem. Tehát jövő évben a beszedett gépjármű adónak mindegy 60%-át elvonni az állam, ugye ez 60 millió forintot jelent, tehát 100 millió a gépjármű adó bevételünk. Az iparűzési adóból eddig fizettünk olyan 70 millió forintot, de egy úgynevezett adóerő képesség miatti befizetés, tehát azért, mert alsónyében olyan helyzetben van, hogy jók a bevételei. Ez a következő évben több mint 90 millió fog lenni, illetve kaptunk a személyi jövedelemadónak a 8%-át, eddig ami 45 millió forint volt, ebből megint nem kaptunk semmit. Nem tudjuk még a teljes számokat, bár a költségvetést, a 2013 évi költségvetést az országgyűlés tegnap elfogadta, tegnap előtt, bocsánat. Nyilvánvaló, hogy ezt még ki kell értékelni, de nap mint nap változik, még most is a finanszírozási feltételek. Tehát volt olyan, hogy mondták, hogy a fogadás bérbe adnak 100%-os támogatást, két nap múlva mondták, hogy bocsi, nem 100-at adunk, csak 80-at. Alsó-Némedi, mondom még egyszer, az adóbevételek és a megtakarításoknak köszönhetően mindenféle gond nélkül át fogja tudni élni ezt az átmenetet, és bízunk abban, hogy hosszú távon azért nem csak az elvonás, hanem egy gazdasági fejlődés során plusz pénzeket is fogunk adni. Én megköszönöm szépen a figyelmüket, és a jegyzőasszonyt megkérem, hogy röviden a járási rendszer kialakításáról hát én már tisztelettel köszöntenék mindenkit. Én azt gondolom, hogy a járásokról igazából tudni kell a lakosoknak, azt már polgármester úr elmondta, mert ha így körbenézek, én azt gondolom, hogy rajtam kívül vannak itt még jó páran, akik emlékeznek arra, hogy mi az, hogy járás, hiszen hogyha én középiskolásként szakmaisztam, még ebben a hivatalban, akkor szerintem a jelenlévők is jártak, ott annak időn ügyek intézni. Eltelt azóta egy pár év, hát nem sok, csak egy pár, és akkor most újra megéljük, hogy ugyanezeket a hivatalokat létrehozzák. Természetes, hogy ezt nem tudjuk megítélni, hogy ez jó lesz vagy rossz lesz, a közigazgatás elmúlt 20 éve erről szól, hogy mindig átszervezik, ilyet csak tudomásul tudjuk venni, és azon kell lenni, hogy maximálisan próbáljuk ebből az alsó-némedi lakosok számára a legkedvezőbb feltételeket produkálni. Talán csak érdekesség, hogy egyáltalán hány járási hivatal lesz ebben az országban, Budapest minden kerületében, tehát összesen 23 kerületben lesz járási hivatal, az ország különböző pontjain pedig 174 darab. Polgármester úr említette, hogy sokféle szempont szólt volna Alsó-Némedi vonatkozásában, hogyha a település a Dabasi járáshoz tartozik, hát a minisztérium nem így látta. Nem tudunk más tenni, a törvény úgy szól, hogy mi a járáshoz fogunk tartozni, aminek ugye gyár lesz a székhelye, úgysem fog még ide tartozni, és felső kapon. Polgármester úr említette, hogy sikerült viszont pontosan a nem lévő közlekedési lehetőségek miatt elérni azt, hogy itt a településen működjön majd egy járási kirendeltség, és tulajdonképpen önöknek erről ezt kell tudni, ez lesz a lényeg, hogy hál' Istennek a legtöbb minden nem kell senkinek gyára utazni, hanem ugyanúgy befárad az Alsó-Némedi hivatalba, ott az egyik iroda lesz kinevező járási kirendeltségnek, és ott fogja megtalálni azt az ügyintézőt vagy ügyintézőket,
akik január 1-től egy pár olyan ügyet intéznek majd, ami korábban jegyzői hatáskör volt. Ugye talán még azt megemlítem, hogy ugye a legtöbb hatáskört nem az ilyen településekről vitték el, mint Alsó-Némedi, hanem olyan nagyobb településekről, ahol kormányirodák működtek, építési hatósági irodák működtek. Nálunk egy pár ügykör van, ami tulajdonképpen átkerül ténylegesen a járási hivatalokhoz. Ezeknek az öme is a szociális igazgatásban keresendő, és itt a normatív ellátásokra gondolok, amikről a polgármester úr beszámolójában úgy beszélt, hogy kötelező segélyek, na ezek a kötelező segélyek kerülnek majd át a járáshoz, ami azt fogja eredményezni, hogy január 1-e után nem a mi költségvetésünket fogja terhelni ezeknek a kiadása. Tehát persze mondom, tehát a normatív ellátások, ami talán a legtöbbüket érintheti, ez a közügyellátási igazolvány, az ápolási díj, az idős korúaki áradéka, ami a lakásfenntartási támogatás, az otthonteremtési támogatás, ugye ez már gyámügyi igazgatás, és a gyermektartási megelőlegezése. A hatásköri jogszabályok, ahol úgy tűnik, hogy a lakcím változás is átkerül majd a járáshoz, ugye korábban, illetőleg még a mai napig is be lehetett jönni a lakcím változás esetén, ugye a Némedi hivatalba is mi kitöltöttük a, illetőleg továbbítottuk ezt a kártyát, hát ebben még mai napig nem egyértelműek az anyagi jogszabályok. Úgy tűnik, hogy január 1-től ezt csak az otthonirodával lehet majd intézni, de természetes, hogy a változás lesz, erről fogjuk tájékoztatni a lakosokat. Ami a lényeg, hogy mindenkinek ugyanúgy ezekben az ügyekben is a mi hivatalunkba kell jönni, a telefonszám sem változik, tehát ugyanazt a központi számot kell hívni, és hát ha nem is tudják, hogy ezzel az ügyen január 1 után ki fog foglalkozni, természetesen az ügyfélszolgálaton foglalkozó hölgy majd remélhetőleg január 2-án fogja tudni, hogy hova kell a telefon kapcsolni, mert azért azt el kell, hogy mondjuk, hogy sok konkrétumot még mi sem tudunk a tényleges működést illetően, hiszen ez a hivatal ez január 1-én fog felállni. Azt tudjuk majd, hogy vélhetően január 1-én ki lesz ennek a hivatalnak a vezetője, de ma még egy nem létező hivatalnak nem lehet ugye kinevezett vezetője sem, tehát igazából nagyon sok érdemi intézkedésre december 31-én kerülhet sor. Ugyanígy változás van az építésügyek tekintetében is, az építéshatósági feladatok is átkerülnek a járási székhelyekhez. Ebbe is sikerült egy megállapodást elérni a gyári hivatallal, hogy ugyan átveszik a mi ügyintézőnket, de ezt az ügyintézőt hetente kétszer fél napra vissza is fogják adni. Tehát magyarul lesz arra módja az alsó-némedi lakosoknak, hogy az építésügyek se kell gyára utazni, hanem ezeken a meghatározott heti két alkalommal szintén a hivatalunkba be fogja tudni adni a építésügyi kérelmeit. Én azt gondolom, hogy ami nagyon lényeges jelen pillanatban ez az információ, amit én most elmondtam, a hírmondóban rendszeresen fogjuk Önöket tájékoztatni, ha bármi változás adódik, de ezekben az ügyekben is nem baj, hogyha Önök nem tudják, hogy január 1-től ki fogja a közügyellátási igazolványt aláírni. Önöknek az a lényeg, hogy a helyi hivatalba kell bejönni, ott fogják tudni beadni a kérelmet, és hogy majd ott személyesen kapja meg, vagy postán fogják megküldeni, szerintem ebben az esetben nem sem igazán lényeges. A leglényegesebb az, hogy ne kelljen utazni, és továbbra is helyre el sem elindulni, és én azt gondolom, hogy ennek egyelőre úgy tűnik, hogy minden elvi lehetősége megvan. Köszönöm szépen, Jelzi Osztán. Laci bácsi, egy pillanat, még ezt kiegészíteni, és utána kérdéseket lehet föltenni. Annyival hagy egészítsen ki, hogy a járási rendszer kialakítása azonnap indult, hogy Alsó-Némedin semmi nem lesz a járásból. Utána sikerült azt kiharcolni, hogy legalább ügysegéd lesz, ami azt jelenti, hogy egy olyan alkalmazott, aki lényegében elszedi a dokumentumokat, iramányokat, átviszi gyárra, ott lebonyolítja, tehát elkészítik, vagy feldolgozzák és visszahozza. Most már úgy állunk, hogy egy kétfős kirendeltség lesz, rendes felsőfokú ügyintézségű ügyintézővel. Úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó eredmény,
nem olyan sok településen hasonló, tehát hasonló méretű településen vagy a kirendeltség. Tehát mindig ugye minden rosszban van valami jó, ez most annak is köszönhető egyrészt, hogy a gyári járáshoz soroltak be bennünket, mert a Dabasi járáshoz ugye 17 település tartozik, és ott nem tudják ezt biztosítani. Most nekünk az lett a szerencsénk, hogy sikerült ezt elérni. Mindenfélkép már jeleztük, mert a törvény előírja, hogy a járási székhely tömegközlekedéssel meg kell tudni közelíteni. Ugye mi ezt jeleztük már a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, mert ő rendeli meg a közlekedés koordinációs központtól, illetve majd a Volántól ezt az útvonalat. Biztos, hogy harcolni fogunk érte. Tehát az, hogy erre lesz-e szükség, azt nem tudjuk még. De ha lesz szükség, akkor ki fogjuk harcolni, hogy legyen ez a járat. Ugyanúgy, ahogy sikerült elintézni azt, hogy ugye Dabasra most már három busz betérőjárat és Dabason is a Vörösmarty utcánál a Spárral szembe lehet leszállni. Innet nem kell mondjuk kisétálni, nem. Innen még nincs is messze, de mondjuk a József Attila utcából a Szabadság térre, és a Motelton nem kell besétálni mondjuk az egészségházat. Hát én röviden ennyivel szerettem volna kiegészíteni, és akkor kérem önöket, hogy tegyék fel kérdéseiket. Az a kérésem, hogyha a képviselőkhöz személy szerint szeretnének kérdezni, nyugodtan tegyék, legalább én is addig pihenek, úgyhogy vagy ha jegyzőasszonytól. És kérem, hogy tegyék fel a kérdéseiket, Jósi. Jó, bocsánat, nem tenni, Laci bácsi. És azt tehetem, hogy nem említette a polgárosként a költségüket. Igen. Laci bácsi, nem mi rajtunk múlik, benne én beleteszem a jövő évi csomagba is. Nem én, bocsánat, a képviselő testület. Most már lenyúlom az a papírok. Laci bácsi, az a papír most az nem aktuális, mert ezt újra, tehát új rendeletet kell alkotni, még egy kör lesz, hogy alá kell íratni. De Laci bácsi, az újra ki kell írni, tehát az a papír az a 2012 évre szólt. Most megnézzük, hogyha nem kell újraírni, akkor természetesen nem választjuk abban se téged, se lakosokat, hogy újra írják. Tehát Laci bácsi, le lesz aszfaltozva. Én nagyon sajnálom, hogy az az utca 9 éve különben. Nagyon aranyosak voltak a lakók, mert amikor indult a kivitelezés az Aranyág utcába, akkor megkeresték a kivitelezőt, és mondták, hogy hát nem-e megcsinálnák ezt az utcát is, és azt mondta, hogy hát meg tudjuk csinálni, persze, hát időnk van, és jöttek hozzám, hogy a polgármester úr, hát mi megbeszéltük a kivitelezővel, ideig van, hát hadd csinálják meg ezt, mert azért nem egészen így működik, tehát közbeszerzést kell kiírni, de 2013-ban aszfaltos lesz a Költség utca. Nem lehet befizetni előremény? Hát én azt hiszem, hogy... Most tetszik, a költségvetést Laci bácsi el kell fogadnunk, tehát addig, mert ugye abban van szentesítve a lényegében az az összeg, amit erre tudunk költeni. Én akkor kérdeznék egyet az utca kapcsolata, hogy ez fizetős lesz? Költségi? Lakóknak. A fekvési. Igen. Tehát mi oda tartozunk. Igen. Hogy vannak olyan utcák, ahol nem kellett fizetni. De most, ha fizetni kell, mondjuk esetleg hármat túl, többivel mi lesz? Csak úgy járnak ott? Mert ott nem létezik másik fizetés. Csak úgy kérdeztem, hogy most ezt hogy fogják majd. Éva néni, ami 2010-es választás... Mert ott sok olyan van, aki... Tudom. 2010-es választás óta egy 7 utcát aszfaltoztunk le. Igen. Ebben a 7 utcában, ugye tavaly volt a felsőerdő sor, most ez a 6 utca. Ez a 7 utca, ez mind lakossági hozzájárulásos volt. Igen, nem tudom, hogy a Petőfi utcába össze fog-e jönni. Én azt mondom, hogy ha az út tervek elkészülnek és elkezdődik a szerződés, akkor erre térjünk vissza. Igen. A képviselő testületnek lehetősége van arra, hogy azt mondja, hogy teljes 100%-ban az önkormányzat finanszírozza. Az, hogy amit ugye ő is mondott, hogy eddig is volt egy építés, ahol volt lakossági hozzájárulás.
olyan utca is volt, hogy az utca lakóinak egy része hozzájárult, a másik része nem járult hozzá, és az kipótolta az, aki hozzájárult. Most, a mostani felállás az, hogy törvényileg van kötelezve, hogyha kétharmad összejön az érdekeltség, a maradékot a törvény erejével lehet kötelezni. Nyilvánvaló, hogy minden segítséget megadunk mi is. Tehát ugye részletfizetési lehetőséget, stb. Sok embernek tudom, hogy ez a pénz nagyon-nagyon nehezen kigazdálkodható, de azt is tudomásul kell venni, hogy ezzel az ingatlan nem ennyivel fog többet érni, hanem ettől sokkal-sokkal többet ér. Még egyet szeretném. És ha csinálják az utat, olyan járdákat csináltak a Volos utcába, tehát most legközelebb tudjuk, hogy nálunk vagyunk. És csöpörjük fel a sorbe, ugye nincs semmi a szemben bele. Olyan, a tárt, amit töltöttek a saját járdán, tehát a sorbe csöpörjük fel. Hogy olyan elveszik a cementet belőle, vagy én nem is tudom. Erre nem tudok. Értem. Hát ezért normálisan csinálják. Hát én úgy gondolom, hogy most megpróbáltuk odafigyelni ezekre a részletekre. Még azóta is jöttünk a Kossuth utcáról. Igen, egyet tudni kell, hogy a beton, az akármilyen beton, hogyha nincs egy különleges törvény hozzáadva, a só az fel fog lenni. Kész, köszönöm. Na, én meg segít csapatához szeretnék szólni, úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy a Felső Erdős utca mikor lesz két irányú. Mert nekünk az nagyon borzasztó, hogy ilyen hosszú utca és egy irányú, és körbe kellene menni állandóan, megmondom őszintén, hogy nem megyünk körbe, elmentek a rendőrök, úgyhogy nem tudják. Mert akik az utca sarkán laknak, azok azt akarják, hogy csak egy irányú legyen, mert ők onnan ki tudnak menni bármikor. És most föl vagyunk háborodva, ugyanannyi pénzt fizetünk, mint mások, és akkor miért van az, hogy mivelünk így készülnek, hogy az utca közepén, akik laknak, akkor menjenek arra körben, és sajnos mi egy nap elmegyünk arra 50-szer, vagy nem tudom hányszor, és akkor nekünk kell mindig körben. Szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz az, hogy két irányú lesz az utca, mert ön azt mondta, mikor tavaly, vagyis igen, tavaly azt mondta, hogy 3 hónapi türelmi időt kér, és az már régen lejárt, az már mondom a választ. Tehát ugye a Felső Erdősor utca egy olyan sajátos helyzetben van, hogy nagyon keskeny. Tehát van, hagyd mondjam végig is, mondom a megoldást is rá, tehát nem mellé akarok beszélni, de hagyd mondjam el. Ugye az útügyi szabvány szerint ott két irányú forgalom csak személyautóval lehetne. Tehát ahhoz elvileg, és én is azért mondom, hogy most nincsenek itt a rendőrök, elvileg ott két irányú forgalom úgy lehetne, hogyha teherautóval behajtani tilos. Hát úgy gondolom, hogy ha kitennék ezt a táblát, akkor ugyanolyan nagy fölháborodás lenne. Így van. Én azt ígértem, tehát én készítettem egy közlekedés mérnökkel egy véleményt, amiben azt szerepel, és itt, aki bent volt mondani, és neki, hogy Janár Petrát, a képviselőtestületi ülésre lesz véve, és lényegében azért hagyd mondjam, erről nem jöttünk, hanem majd a képviselőtestületet szinteni. Én javaslom a kétirányosítást most már azzal a feltétellel, én azt mondtam, mert közlekedés mérnök is azt mondta, hogy szét fogják taposni a patkát. Tehát ugye le kell húzódni, mert sokkal nagyobb forgalom. Most, hogyha elindul egy autó vagy egy traktor, akkor aki utána megy, az megvárja, amíg kiért, nem kezd előzni. Hogyha szembe jönnek egymással, akkor le kell húzódni. Ugye 50 centis patka van, szét fogják taposni. Én azt kértem, hogy lakosok vállalják azt, hogy ennek a betaposott patkáknak a felújítását el fogják végezni. Én mondom, január vagy február képviselő testület elé fogunk terjeszteni, hogy kétirányosítsuk az utcát. Most akkor azt szeretném mondani, hogy hát most miért akkor nekünk kell fizetni, hogy véletlenül valaki benyom. Ha valaki máshol is közlekedik és nem tud úgy menni, hát akkor van a kapubejárók, ott le tudnak állni bárhol, hogy kikerülje a másikot. Mert szerintem azért annyi eszük van az embereknek, hogy nem mennek azért egymásnak neki. Gondolom, és akkor leállnak a kapubejáróba, míg a másik kikerülni. Ezt gondoltam én. Jó, tehát az az utca sajnos, mondom, egyrészt a keskeny útborkolat szélesség miatt, valamint a keskeny patka szélesség miatt, de mivel szélesebbet nem lehetett építeni,
igazából nem alkalmas kétirányú forgalomra, mivel a lakosok nagy többsége, aki ezt kéri, én azt mondom, hogy legyen. Január-februári testületi ülésre be fogom inni, szerintem meg fogja szorozni a képviselőtestet, nem fog ébredni, azt hagyd mondjam. Tehát egy dolgot hagyd mondjak, bent volt nálam egy asszonyka, ugye kiszámoltam neki, tehát ahhoz, hogy körbe kell menni, az 15 forintba kerül. Igen, én ezt hallottam is, meg is mondták, hogy maga ezt mondta, hogy kiszámolták. Hát én nekem ne számolja ki senki, hogy mennyibe kerül, hogyha én körbe megyek, mert ha én egy nap elmegyek 5-ször vagy 10-szer, akkor nem annyiba fog nekem kerülni. Én együtt adottam, bocsánat, én nem azt mondtam, hogy egy személyre ennyi kerül egy hónapban. De bocsánat, én nem várom, ha maga utca egy irányú, én abba beleegyezek. De ez legyen akkor két irányú, mert mi itt közlekedünk. Ez... Maga ott közlekedik, magán könnyen, meg a másikoknak is, akik így van, könnyen vannak. De én látok itt olyan utcákat, a Akácfosz, és szerintem sokkal keskenyebb, mint a miénk, mármint a Felserősor, akkor az a Garai utca, vagy nem tudom, hogy hívják arra, és olyan keskeny utcák vannak, és mégis két irányúak. Mondom, tehát az, én sokat járok a Felserősor utcába. Na hát szeretném látni, hogy a legközelebb jön, akkor szóljon nekem, mert én is szeretnék arra menni. Én nagyon sok. Hát én nem láttam magát sokadottan. Hát, pedig higgy el, hogy nagyon sokszor reggel, mikor megyek be a hivatalba, úgy indulok, hogy a faluba teszek egy kört, és nagyon sokszor a Felserősornál jó rajta végig menni. Még egyszer mondom, én a képviselő testület elé januárban vagy februárban előterjesztést fogok begyűjteni a kétirányúsításra. Na még egy pillanat, még a kasszeretném, mert hát én nem szeretnék fizetni, hogyha akár benyomná ott előttem, mondod, ebben nem fogok, szerintem abban senki sem fog belegyenni. Viszont van sok kismama, akik azt mondták, hogy nagyon jó, hogy egy irányú az utcán, mert ők ott tologassák egyet. Hát szerintem ott a közúton nem is szabadna tologatni a kisbabákat. És ez micsoda dolog, hát nem csak ők fizettek az útért, mondtam nekik, hogy akkor minket itt adják vissza nekünk a pénzt, és akkor legyen az övéké az út. Én ezzel mondom, még egyszer elmondom, hogy fél január-februárban előterjesztem, de egy nagyon rossz momentumot azért hagyd mondjak. Tehát ön azt mondja, hogy az autóval rendelkező embereket kell előtérbe helyezni, a kétkerekben való kismamával szembe. Ebben én nem tudok egyetérteni. Hát nem arra, hogy a útszester Pestán lát valahol, hogy a közúton tolják a babakocsikat? Akkor hadd kérdezzem meg, hogy a Felserősor utcában el tudja máshol tolni? Hát el. Ha nincsen sár, el tudja, a járdán el tudja tolni. Hol? A járdán. Hát tessék már mondani. A járdán el tudja tolni. És a másik meg az, hogy én mielőttünk nincsen lebetonozva a járda, én le akartam, mikor aszfaltozták, és azt mondták, hogy nem lehet, nem csinálják meg, mert be kell menni engedélyt kérni, meg rajzokat csináltatni, meg mit tudni, és nem tudjuk, pedig én le akartam aszfaltoztatni, úgy mondtam, kifizetem, és azt mondták, hogy nem szabad, így ők nem csinálhassák meg. Hát akkor most én vagyok a hibás, hogy meg akartam csináltatni. Nem, ez megint azért azt... Tehát általában a kivitelezőknek nem engedjük azt, hogy a lakosokkal, vagy a lakosok végeztessenek velük munkát, mert ebből egyből az jön vissza, hogy biztos abból csinálják, amit elloptak. Ez az egyik. A másik az pedig törvény írja elő, hogy a közúton bármilyen építést, vagy járda, vagy bejáró építést, vagy árok változtatást akar csinálni, bárki közút kezelői hozzájárulást kell kérni. Ne haragudjon ezt nem tudom mondani azt, hogy eltekintünk tőle, mert sajnos azért van alsó Némenén olyan járda, egy-kettő, hogy a két járda között 60 centi szintkülönbség olyan, van. Hogyha van közútkezelői hozzájárulás, akkor ezek nincsenek. Ez törvény írja elő, erre nem tudok más válaszolni, kell közútkezelői hozzájárulás. Most is elmondtuk az új utcákba, ahol építettünk, hogy meg lehet csinálni, nagyon örülünk, hogyha a kapu bejárókat csinálják, nagyon örülünk, hogyha a járdákat csinálják, de ennek vannak előírásai elő. Tessék elképzelni, például a Mátyás király utcában van egy ház, hogy körülbelül olyan 500 négyzetméter van kilejtetve az utcára. És mikor mondtuk neki, hogy ez így nem jó, tehát ki van lejtetve a háztető, plusz a teljes udvar le van burkolva, és ki az utcára. És még azt se csinálták meg, hogy a behajtóba egy csatorna szelvényt beletegyenek, tehát egy rácsos folyókát, hogy ne az útra folyjon ki a víz, hanem belefolyjon az árokba. Tehát ezek azért vannak. Tehát mondom, ehhez ragaszkodunk a közútkezelői hozzájáruláshoz. Ez pont olyan, hogyha ön házat vagy udvaron belül épít, ott is kell építési engedélyt kérni, hát akkor, hogyha ön nem a saját tulajdonán épít, hanem a
közös tulajdonát, akkor erre ugyanúgy szükséges. De a másikra mondom, azt tudom mondani, hogy január-februárban képviselőtestület előtt lesz az üzemterjesztés. És én nagyon örülök, és bár minél több kismama tolná alsó néven innen a gyerekét. Hát ez jó, hogy van, tolják, de ne ők mondják azt meg, mert én is valamelyik nap összeveztem az egyikkel, mert azt mondta, hogy hát, igen, de azt mondta nekem, hogy hát ne is járjon erre senki se. Azért legyen egy irányú, hogy ne járjon erre senki se, csak ő. Hát mondom, még csak te fizettél, vagy kik fizettetek, csak belepész, más nem fizet, hát azért ez így nem megoldás. Nem, hát szóval itt kellene egy picit a társadalmi együttélést magasabb szintre emelni. Én remélem, hogy egyszer ezt is meg tudjuk élni. Köszönöm szépen. Még az úrpatkáról, hogy a Mátyás király utcában milyen, mert Józan Sándorné vagyok, hogy milyen magas. Hát akkor mi van a brabanti, a polgármesteri hivatalban, hogyha az nem tudja leellenőrizni, hogy milyen magasra csinálják a járdát? Hát bocsánat, hogyha a bejelentés nélkül csinálják, akkor ez általában úgy szokott lenni, hogy elkészült, és utána, amikor arra jár, mondjuk a műszak is, vagy valaki lakossági bejelentés, akkor derül ki, hogy nem jól megcsinálod. És akkor azt nem tudja közeledetni vele, hogy de olyan csinálja. Na én nekem az én érdekem a Hunyadi utcában van. Hogy mielőttük százszorta szűkebb az utca még, mint a zövéké, és akkor olyan kérdésem lenne, hogy a buszokkal lehet ott közlekedni. Az eleje a busznak a boriháznál van, a hátulja még a mi házunk sarkát viszi. Hát ezt szabad megengedni? Nem elég, hogyha szűk. Úgy járnak a traktorosok is, hogy az egyik megáll a Dióka utcánál, hogy a másik el tudjon menni. Ott akkor a buszokkal még ott mi nem áll, mi van átgödörni. Ezt menjen haza a buszig. Hát nézze, igen. Tehát mondom, egy utcából ki lehet tiltani a tehergépjárműveket, akár ki lehet tiltani az autókat is, és csak mondjuk, hogy csak hát milyen szűk, hogy te is látsz, hogy már magas láss, ott a Polyák Maris néni házáig, még a mi házunk sarkáig, milyen keskeny az a Lilium utca is, meg a Hunyadi utca is. Na, akkor erre megint azt, hogyha ugye elkészült a Nyárfa utca, most az Zrínyi utcáig szilárd burkolattal látjuk el, vagy szilárd útalappal látjuk el azt a részt, tehát a Zrínyi és a Diófa, illetve a Diófa és a Nyárfa utca között is, bízva abba, hogy majd azt a részt fogják használni, mert egy gyűjtőút, nem tudok vele mit csinálni, a Hunyadi utca egy gyűjtőút. Rengeteg traktor, rengeteg kis terautó, rengeteg terepjáró megy azon az úton. Hogyha elkészül, bízunk benne, hogy megnézni az árkot, hogy tőttet, ha nem. Azt az árkot pedig be fogjuk burkolni, tehát oda egy fedett árok fog kerülni. Ott a legmélyebb mielőttünk, hogy úgy még az árokba belepucolni, hogy egy kiskapán a sámit leengedem, leülök a szélire, úgy csúszok bele, visszajövök és úgy. Pedig azt mondták, mikor az útat csinálták, hogy nekünk ahhoz állokhoz semmi közünk, mert ez a polgármesteri hivatalnak a kötelessége. Na mindegy, de én most kit akarítom, hogy rendben. Nem a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, tehát ugye ezt ne keverjük össze. Tehát ott a hunyadi, mondom oda, medelre rendez beletéve és le lesz fedve, azonnal, tehát lényegében a Diófa és a Lilium közötti része. Igen, hát ott olyan szűk de az utca. Kitiltani a Hunyadi utcából a teherjárműveket egyelőre nincsen tervezve. Én nem is mondtam, hogy tiltsák, csak a busza, hogy oda házba nekinőzek majd Őr Bélái kerítésüknek a valót, vagy a traktorok, meg minden. Hát igen, mert ez a busz meg ugye oda pont egy volánbuszos jár. Kettő is, nem csak egy. Így van, erre megint azt lehet mondani, hogy egyik részt arra, vagy azért küzdködünk, hogy minél jobb legyen a volánbusz közlekedése, és ezt kerekperezt megmondták, hogy akkor tudják indítani a korai járatokat, hogyha a busz tud hol parkolni. Tehát hát a ház előtt parkol a Lilium utcában, megint a forgalmat akadályozza vele. Hát igen, de azért, hogyha végignézünk, akkor van ott kint rendszám nélküli pótkocsi is, akkor van ott százhúzó is kitéve az utcákba. Én úgy gondolom, hogy nem csak ez az egy busz a nagy probléma, de mondom, az árok részt azt kezelni fogjuk. Hogyha nem jött volna be ez ott, nem mondom, hogy korai hideg, hanem inkább úgy mondom, hogy hirtelen hideg, akkor már most megcsináltuk volna, sajnos most nem tudjuk megcsinálni. Meg ott közben van az, hogy az árfalján ott van egy telefonkábel, tehát azt először ki kell váltani
és ehhez viszont idő kell. Mert ott az a betonjárda még a mi házunkhoz tartozik, az nem közút, mert meg lehet nézni a Széchenyi utca, meg a Bori háza mögött, ami van az a kerítés, az a gyalogjárda, az még mind a mi portáinkhoz tartozik. Erre nem tudok. Hát én tudom, 100%-ig, mert a György Balázs volt a polgármester, mondta is, hogy Magdus néni, ha magát lerekesztel, és senkinek semmi köze nem lehetne hozzá. Akkor köszönjük a falu lakói nevében, hogy rendeltetésre tetszik bocsájtani ezt a részt. Ha már buszoknál vagyunk, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy miért vették el a haraszti buszjáratot. Mert haza is beszélek, meg mindenki, nevében lányom még ott laknak, de hát tudom, hogy nem azért indították a busz. A Sodokság felekön menni, háromszor át kell szállni. Akkor szobrozni kell a hívőre, erre a buszról leszállunk Sorokságon a hívre, szobrozni kell, majd jön a hív, a hívről leszállunk, megint szobrozni kell egy fél órát vagy óra, aztán elment a haraszti busz, ami megy a faluba be. És hát másfél óra, két óra hosszába kerül, az a 6 kilométer, még körbe megy az ember. Hát ha nem is minden nap volna járat, egy héten egy háromszor lenne, meg volt 11 járat, hát nem kell 11 járat egy nap. Hát minek lenne délelőtt kettő, meg délelőtt kettő, és ahhoz igazodna mindenki. Mert nem lehetne ezzel valamit csinálni. Tudom, hogy mondják, hogy ingyen utaznak, meg ez, meg az. Ezt tizetnénk egy fél jegyet, csak így. Erről válaszolnék, hogyha megengedi. Még a régi testület idejében is probléma volt ez a Dunaharaszti közlekedés volt, aki piacra szeretett volna menni, vagy épp a bevásárló központban. Akkor sem a sikert vagyunk. Abban az időben a képviselő testület ezzel foglalkozott még 2010 előtt. Havonta abban az időszakban 400 ezer forint lett volna a támogatása a Pikken busznak ahhoz, hogy ő profitorientált cégként neki megéri ezt csinálni. Polgármester úr mondta most, hogy a számot, hogy havonta 2 millió forintba kerülne most az önkormányzatnak az, hogyha lenne harasztira közvetlen közlekedés. Egy buszjárat. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a pénzt máshova is el tudjuk költeni járdák építésére, parkgondozására. Nincs akkor a közlekedési igény Dunaharasztira, hogy ezt a pénzt lehetődik minden hónapban. Úgyhogy hát ez egy évente egy óriási pénz lenne, amit máshova el tudnánk költeni. Tehát semmi akkor utána, hogy a segi miniszter most már nem támogatja. Hát annyit hogy abban az időben azt nem tudom, a segi minisztérium támogatta, most már nem ad hozzá semmiféle pénzt, hogy ezt a járatot elindítsuk Dunaharasztira. Én is felé hagynak Soroksáron, évtizedek óta van valaki a délpesti kórházhoz, meg a Kosanhoz, meg ide, csak pont ide nincs el a pár kilométerre. Várna is ott mondja, de nem jövök azt mondja, mert két óra hosszába tellék azt mondja, egy jó, meg oda-vissza megint, négy óra hosszá jönnek majdnem. József József vagyok, Kisztóan Vírszenától kezdem. Ott kezdeném talán, hogy ilyen változás lesz januártól. Megérdemek informálni, hogy az országgyűlési képviselők eljöjjön. Ugye nem tudom, hogy meghívta a testület, és hogy miért nem jött, mert elvárnám tőle. Azt szeretném még kérdezni többek között, hogy a Tokmányi Iroda lesz-e helyre. Hát akkor mondják, hogy hogy egy 70 vagy 80 éves ember, hogy megy egy állat? A közlekedés mondják meg. Erre mondtam azt, hogy a lakcím bejelentést pedig le lehet intézni helybe is. Ugye bizonyos okmány típusokat eddig sem lehetett ugye csak okmányirodába. Nekünk is az információ, hogy az alsó nyelvegyek sok esetben inkább ócsára, illetőleg inkább parasztira. Ócsán nem vállalt.
országos illetékességgel működnek ön már elsőjétől minden tekintetben az okmányirodát. Én bízom benne, hogy a lapcím bejelentést január 1-től ugyanúgy elveheti majd a helyi hivatal, illetőleg a helyi jegyző. Jövő október 1-én állnak majd föl ugye a kormányablakok, és bekeverezik úgymond a mostani okmányirodai ügyintézést, illetőleg majd még különböző ügytípusokkal is bővül a feladatuk. És ugye eddig ezt nem említettük, hogy Alsónévegyi például többek között ezt is jelezte a minisztériumnak, hogy akár még önkormányzati támogatást is hajlandó arra áldozni, hogyha arról lesz szó, akkor itt legyen kormányablak. Ez az igényünk most is bent van, de erre megint csak azt tudom mondani, hogy mi tudunk jelezni, tudunk kezdeményezni, de a törvényeket meg a kormányrendeleteket nem ez az önkormányzat hozza. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elkerülő ügyekből minél többet lehessen a településen intézni, és hogyha esetleg mégis el kell utazni, amit polgármester úr említett, hogy azért is mindent meg fog tenni a önkormányzat, illetőleg a hivatal, hogy legyen ehhez buszközlekedés. Hát ez az, amit meg tudunk tenni. Az a baj, a címkárnyán, ott ne álljunk megint. A legnagyobb probléma a jogosítvány, a forgalmi engedély, a stb. Tehát mind a okmányirodában. Én ezt tudom, de... Az nem. Én biztos, hogy nem lesz minden településen okmányirodaságot, kormányablak még kevesebb lesz, tehát kevesebb, mint okmányiroda. Tehát arra én kevés reális esélyt látok a mostani helyzetet figyelembe véve, hogy engedélyezik azt, hogy itt Alsónémedin kormányablak működik, és pontosan azért, mert a környékünkön mindenhol van. Tehát ennek nem lenne idézőjelbe, most lehet, hogy rossz a szóhasználat, nagyobb felvevő piac, mint az alsónémedi állampolgárok. Az alsónémedi 5200 állampolgárnál meg azért nem jelentkezik annyiféle ügytípus, hogy úgymond ezt gazdaságosan lehessen működtetni. Mondom, erre csak egyetlen egy megoldás lesz, hogy azon kell lenni, hogy a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés mostani szóhasználattal úgy megoldódjon, hogy át tudjanak menni a némedi lakosok, és el tudják menni. Nyára lehet, hogy a legrosszabb a közlekedés. Mert mindenhol lehet, meg minden nyára, mert még egyet az ügyek. Nem védeni akarom, meg nem kimenteni Pánfér Károly képviselőről. 4 órakor telefonált, hogy nem tud jönni az ülését, mert azt néztem meg a telefonban, hogy mikor kaptam a hívást. Az évvégi erős törvénykezés, illetve a településeknél, ugye ő gyáron alpolgármester, elnézést kért, és ezt akkor most hagytolmácskoljam, tehát a munka miatt nem azért, mert nem akart jönni, hanem nem tudott eljönni. Még a kormány ablakkal és az okmányirodával kapcsolatban. Ugye a törvény most előírja, hogy egy kormány ablaknak mekkorának kell lenni. Tehát nem lehet 2 vagy 3 fős kormány ablakot kialakítani. Ahhoz minimum 1 fő szükséges most jelenleg. Ez annyira irreális, hogy Alsónémedin kormány ablak legyen, hogy itt 11 fővel felálljon, hogy erre 0 az esély. Képviselőtestület már arról beszélt, hogyha szükséges, akár saját pénzen, tehát nem a falu pénzén, akkor indítunk mondjuk heti 2 járatot gyára, hogyha ez szükséges. De addig, amíg nem tudjuk azt se, hogy január 2-án hogy nyílnak meg a kormányablakok, hogy nyílnak meg a járáshivatalok, addig erről nem igazán tudunk dönteni. Amit Józsika is mond, az, hogy forgalmi, például intézni, jogosítvány intézni. Igen, tehát Soroksár, Davas, hát Harasztira most megint azt mondom, hogy ugyanolyan rossz a közlekedés, mint gyára, tehát azért nem lehet, illetve Húcsa. Ezeken a helyeken január 1-től, illetve másodikától kötelező ellátni ezeket a lakosokat is. Tehát én azt kérem inkább mindenkitől, hogyha a negatív vagy akár pozitív visszajelzés, akkor szóljanak, mert megpróbáljuk megoldani. De nyilvánvaló, hogy a legfontosabb az, hogy alsónémedi lakossága a lehető legjobban ki legyen szolgálva. Én úgy gondolom, hogy eddig is azért dolgoztunk, és a jövőben is azért fogunk dolgozni. Parancsoljuk meg. Még azt akartam a személyek kapcsolatban. Az hulladék.
Hát nem tudom, hogy hívjam, hogy minek nevezem a hulladéknak. Szelektív hulladék, jó? Igen. Szoktam olvasni a helyi újságot, és itt az agyba. Itt van. Valójában azt mondjuk, szép csíkat fogod írni, hogy mit nem lehet égetni, még mit hulladék. Azt szeretném kérdezni, hogy mi indokolta azt, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket megszüntették, és most zsákba kell szedni, nem kevés pénzbe került az én szerintem, és a üvegét azt hova tégyezt? Adok rá mindjárt választ. És nem adnak zsákokat most már, mindenég legalábbis nem adnak zsákokat. Most sajnos ellopták a zsákokat. Nem adnak, én ott álltam a kapuba, ott veszekedtem velük, hogy hagyják ott, ne vigyék akkor el, mert kijöntem a kukába, és azt mondták, jön a másik autó, és azt fog hozni. És nem igaz, mert azóta se jött. Mert mi indokolta ezt, hogy nem adnak zsákokat. Mondom. Én erre nagyon-nagyon szívesen és olyan választ fogok adni, amin lehet, hogy te is el fogsz csodálkozni. Nem a kényelem, és nem a költségmegtakarítás, hanem a hulladék szigetek, már minden nap takarítottuk, és mégis disznó volt. A szigetekre Józsi nálonságba pakolt disznóbél, nálonságba pakolt döglött csirke, döglött tyúk, csirkebél, tehát ilyenek. Hát tányér pohár, de azt legalább nem fertőzünk, de tehát még állati eredetű hulladékokkal is megbotratva. Az utolsó egy évben minden áldott nap, kivétel a szombat vasárnap, azzal indítottak a nagylacék, hogy körbejárták a szigeteket, föltakarították. A problémás sziget volt nagyon a Bajcsi-Zsirinszki utca, a Vásártérnél, Nagygödörnél, óvodánál. Tehát ezért tettek megszüntetve, és mindjárt mondom az üvegre is, hogy milyen megoldást próbálunk. Tehát mondom, egyszerűen nem lehetett kezelni. Még az is probléma volt, hogy például a Nagygödörnél a közterület felügyelő reggel jött, és megállt egy autó előtte, dobálja kifelé, nem bele, hanem csak oda elé a szemetet. És mondja neki, hogy elnézést, hát milyen jogon pakolod ide? Hát nem is vagy alsó német állampolgár. És visszakérdezett, hogy na is. Tehát ezért, én úgy gondolom, ez a zsákos szelektív gyűjtés sokkal-sokkal százfokon. Az, hogy kisebb-nagyobb fönnakadások vannak, ez még mindig sokkal kényelmesebb, mint hogyha ki kellene járni a szigetre, mert például az így begyűjtött hulladéknak a mennyisége, az körülbelül négyszerese most, mint a szigeteken begyűjtött hulladékoknak a mennyisége. Két hetente több mint 6 tonna hulladékot szednek össze. Az, hogy nem jut véletlen zsák, vagy nem kap valaki, ezért elnézést kérünk, de én megint hadd kérdezzek vissza, tehát egyrészt az önkormányzatnál is van zsák, tehát hogyha ilyen van, hogyha bejön valaki, akkor adunk. A másik, meg hadd kérdezzem meg, hogy és tudom, hogy ez az is lehet, hogy valaki rossz időt veszi. Van-e valakinek 12 forintja arra, hogy vegyen egy zsákot, hogyha véletlen nem kap, és jelezze. Tehát rendszeresen ez, tehát nincs úgy, hogy nem kapcsák. Előfordul, a legtöbbször sajnos az volt például, erről, hogy pont oda nem tettek, mondom. Elnézést kérek, de meg lehet kérdezni a Lovas Istvánnét, az se kapott, és ott álltunk a kapuba, és mondtuk, hogy adjanak, és nem adtak. Mikor volt? Hát most már vagy ötször is nem adtak egymás után. Mi se kapunk sosem. Nem kap, nem. És nem volt betéve a kapu, mert nekem is azt mondták a sofőr, hogy ellopják. Nem lopták el, mert a kapuba voltam, mondom, most adjon ide, és nem az. Azt mondta, jön egy másik autó, azt fogja tétszórni. És jó, jelezni fogjuk a szolgáltatónak. Bocsánat, és én beletenném, mert van otthon ez a szemetes zsákom, csak azok feketék, és azt mondták, hogy azt nem viszik el. Mert az fekete zsákot. Jelezni fogjuk a szolgáltatónak. Nyilvánvaló, hogy az a célunk, hogy ez a szelektív gyűjtés a lehető legjobban és legzökkenőmentesebben működjön. Hogyha vannak ilyen problémák, mondom, ezért elnézésüket kérünk, nyilvánvaló megpróbáljuk kezelni ezeket. De találtunk olyat is, azért hagyd mondjam én is, hogy összeszedték a zsákokat, hulladékostól, mindenestől, kint a falu szélén kivágták, kiborították, kiszedték belőle a petpalackot meg a alumínium dobozt, mert nem akik szállítják, hanem tehát hulladék gyűjtése nem felhatalmazott személyek, és
Tehát ilyen is nagyon sokszor előfordul. Így van, Tesco-ba átveszik a petpalackot, Tesco-ba átveszik a sörös dobozt, így van. Most az üvegre visszatérve, sajnos az üveget, azt eddig is, tehát a petpalackot, tehát most a zsákos szelektív gyűjtést az úgy működik, hogy az önkormányzat sem fizet érte, hanem ami összegyűjtenek, ugye azt kiválogatják, azt értékesítik, illetve ehhez kapnak az államtól valamennyi támogatást, ugye ez a termékdíj visszatérítés kapcsán, és így 0 forintba kerül az önkormányzatnak. Na most az üvegre, tehát az üveget azt most jelen pillanatban nem lehet leadni csak az ázához. Tehát ugyanúgy fizet érte az önkormányzat, tehát nem lehet szelektíven gyűjteni. Lehetne gyűjteni, de akkor is odavinni. Tehát most az nem tudok már mondani, hogy első körben tegyék bele a kukába. Vagy a CBA centben, így van. Akarjuk azt bevezetni, hogy 2 helyet ki fogunk jelölni, de olyan helyet, ami zárt helyen van, tehát reggel 8-tól mondjuk délután 4-ig be lehet vinni ezeket a régi nagy konténereket, amik voltak a szelektív szigeteken, és oda ki lehet majd vinni őket. De jelen pillanatban most teljesen mindegy, hogy külön gyűjtjük az üveget, vagy a kommunális hulladékkal gyűjtjük, mert egy helyre meg ugyanúgy fizetünk az ázánál lerakási díjat érte. De a hulladékról szóló törvény, ha jól tudom, 2015. január 1-ével már előírja a kommunális válogatott gyűjtést, tehát lesz majd, lehet, hogy lesz 3-4 féle zsák, amiben kell gyűjteni a hulladékot és különböző hulladékokat. És bizony ott, hogyha ha valaki nem megfelelően szortírozza otthon, akkor nem az önkormányzat, hanem a környezetvédelmi hatóság fog büntetni érte. Tehát vannak ilyen. Én úgy gondolom, mondom, nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez létrejöjjön ez a zsákos gyűjtés. Azért annyira rosszul nem működik, hogyha vannak néha problémák, gondolom ezért elnézéseket kérem és jelezzék, megpróbáljuk orvosolni. Na én már csak azért szóltam, hogy elfogadom a... Józsi, egy pillanat. Csak annyit szeretnék mondani. Ez van a hátam, hogy én másra gondoltam. Mondom, mert ez valami csókostal bejött, és akkor mutatni csinálják ezt. Ilyen is van. Józsi, 2010 óta én nem találkoztam csókostal. Jó, rendben van. Mondom, elfogadom, mert ezt nem tudtam, hogy ilyen van az ilyen. De még a személytől kapcsolatban, vagy a hulladékkal kapcsolatban azt szeretném követni, azért lett volna, hogy az országgyűlési képviselőhöz. Nem ám a sor végén kell elvenni mindig a jó népet, ami a PET palasznál is. Elég volna egy tolvonáson meghatározni, hogy a kóla nélkül üvegbe tegye azt. Mert pedig volt egy idő, amikor visszaváltható edények voltak, visszaváltható PET palasz, nem tudom, emlékszem. Mert valamikor üveggel kezdte a kóla. És akkor nem kéne határba szégyenkeznünk, mert polgármester úr végül lehet menni a Varányi úton, és mindig szanaszét vannak dobálók. Szóval az alunk, az biztos, mert laklapszámra viszik a vizet egyszerűen. Szóval szegénység van ebben az országban, de az ember elnézést beleiszkodik el az országban. Tehát arra szeretném fölhívni a figyelmét, kedves, aki mondja, ne haragudjon, most magával állok szemben, hogy csak olyan tudok nagyon erős alokni, akik csinálják ezeket a palackot. Hát igen. És azért volna jó ilyen esetben, és azért volna jó ilyen esetben, hogy legalább tolmásra, hogy alul ilyen ilyen. De annyit azért hagyd mondjak, hogy az országgyűlési képviselőnek megvan, hogy mikor van fogadó órája. Úgyhogy én kérem önöket, hogy jöjjönnek el arra a fogadó órára, és mondják el személyesen neki. Tehát mondom, én most nem védeni akarom, de jelezte, hogy nem tud eljönni. De ezt azért lehet tolmácsolni főtelő. Természetesen. Józsi bácsi, csak a felpalacra kapcsolatban elnézést kérek. Igaza van, hogy nagyon csúnya határozik el a felpalacra. Azok ellen, hogy átveszik a Tesco-ba a palackot, mert a sörös dobot, maga is jár a határba, nézem a kóhalmi erdőt, hogy néz ki. Kóhalmi erdőnek tele van az alja a felpalackkal, és tele van a sörös dobozzal. Most gondoljon bele, hogyha fönnül a platón az a nem kívánt
vendégmunkások itt van a határban, és megiszta a tüveges sört, és azt dobja el, maga arra megy a gépeivel, kivágja a gumivel, csak nagyobb a kár, Józsi bácsi. Tehát nem szép, egy is, szép, nehéz sem félre, de ebből szempontból talán a petfat össze lehet jobban szedni, mint a sörögyöket, mint hogyha üveget dobálnánk szét. Vagy vannak olyan részek, ahol csatlakozik a köves úthoz a szántóföldnek a vége, és ott dobna el az üveget, Józsi bácsi, és ott törne szét darabot a mezítvárosban. Egyik se jó, egyik se jó, de én azt mondom, hogy elbiztosan nem jó a petfat. És a 40 forintért meg gondolja az illető, hogy eldobja vagy nem dobja. Azért nem értek a legyen. Jó. Ez az egyik oda, a másik oldalon legyen. Azt mondja, akkor nem zavar. Nem egy is, de csak nem, a nem, sem. Hát én ebben nem tudtam megérni. Olyan erős a hobbi, a petpalac gyártása, amit a kóla, amit a pepsikóla, amit a szentcirál, amit a stb. Soróhatám, hogy nyűjjön nekik elmosni azt az elég. Így van. Hát mondjuk azt, hát odáig kéne, hogy Józsi, kimutatták azt, hogy például az üvegnek a eltakarítása és a gyártása az nagyobb környezetkárosítást okoz, mint maga a petpalacnak az előtt. De én ebben nem szeretnénk belemenni, én csak az alsó-némedin keletkezett hulladéknak a kezeléséről szeretnék annyit mondani, hogy azért kicsit szeretném megköszönni Gabinak is a közreműködést, hogy azért próbálunk tenni, mert például ugye megszerveztük az elektromos hullad, vagy elektromos berendezéseknek a hulladék begyűjtését. Ugye 3 hete megszerveztük a veszélyes hulladékoknak a begyűjtését. Tehát olyan lehetőség volt, hogy a festékektől, a vegyszermaradékoktól, maradványoktól, a vegyszeres dobozoktól kezdve mindent be lehetett hozni. Nem volt olyan veszélyes hulladék, amit ne vettünk volna át ingyen a lakosságtól. Nem mi, hanem erre van egy szakosodott cég, aki elvégezte, épp most írtam alá a számlájukat, 470 ezer forintot fizettünk ezért. De épp azért szerveztük meg ezt, és nagyon helyesen, mondom Gabi közreműködésével elsősorban, hogy ezek ne a határba landuljanak. Mert sajnos, ugye nagyon sokszor azt mondjuk, hogy tele van a határ szeméttel, és mert jönnek, és akkor eldobálják. No, de hát amikor mondjuk Péti Sózsrákot, vegyszeres dobozokat találunk a határban nagyon sokszor. Ezeket persze itt sokan jönnek Pestről, akik ide hozzák a szemeket, de ezek itt Alsó-Némedin teremnek meg ezek az emberek. Sajnos ilyen a kultúránk. Ezt nyugaton el se lehetne képzelni. Hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb eljutunk arra a szintre, hogy semmit nem dobunk ki, esetleg azt, ami mondjuk almacsukát, ami rövid időn belül úgyis le fog bomlani. De most pont jövőre például megpróbáljuk, mert a zöld hulladéknak kísérleti jelleggel. Tehát ugye ez is, hogyha a kert végében valaki, és most én nem akarom a Gabinak elvenni a kenyerét, de hogyha a kert végében valaki csinálna egy komposztálót, a saját kerti hulladékát, tehát itt most nem arról van szó, hogy a, mit tudom én, a 2 hektárnak a káposzta levelét, hanem ami a fű, a falevét, ezt nyugodtan ott el lehetne komposztálni. Csak az emberek sokkal jobban szeretik azt mondani, hogy oldja meg az önkormányzat. Meg is tudja oldani, de 2014-től, mikor belép ez ugye, hogy azt fizesse meg a hulladék kezelésnek és ártalmatlanításnak az árát, akinél keletkezik a hulladék, tehát sokkal-sokkal nagyobb teher fog lenni a lakosokra, aki pazarlóan bánik a hulladékkal. Azért hadd kérdezzem meg, hogy például egy udvar fősöprése, azt muszáj beletenni a kukába? Én azt hittem, amikor beindítottuk a zsákos szelektív gyűjtést, hogy 6 tonna ilyen 2 hetente, és ennyivel kevesebbet kellene fizetnünk az árzának. Ugye most jelen pillanatban 9200 forintot fizetünk tonnánként a lerakásért, plusz áfa. És ugye ez a 6 tonna, ez jelentős összeg. Hát nem, hogy kevesebb lett, hanem sokkal több lett a súly. És utána jöttem rá, hogy miért. Azért, mert a PET palac az kikerült belőle, és a PET palac az kis súlyú, nagy térfogadó anyag. És helyette, ami összegyűlt a pincében, meg az udvaron, azokat belepakolták. És 4-5 tonnával hetente több lett a... Hát ez, hogy nem volna szabad. Na de hát beleteszik a sintet, beleteszik, hát néha volt olyan kuka, hogy a Gyuri kihívott, hogy 2 ember alig bírta föltenni. Tehát egy picit, tehát ahhoz, hogy előre lépjen ez az ország és ez a település a hulladék gazdálkodás terén, az embereknek is egy nagyon picit.
Én úgy gondolom, hogy mi rajtunk azért nem múlik, ami, amit észszerűen meg tudunk tenni, azt megtesszük. Kiegészítettem, hogy nagyon sokat kéne tenni, és a fejekbe is nagyon sok változás kéne. Közben eszembe jutott, hogy itt a hulladék tekintetében az emberek három csoportba sorolhatók. Van, akinek az is szemét, ami a saját koltáján van, és az is szemét, ami máshol jelenlenek. Van, aki, és ez már a középút, akinek csak az a szemét, ami a saját koltáján van, de ha már átdobhatom a szomszéd telekre, vagy a közterületre, az már nem szemét. És ugye a harmadik a legrosszabb, akinek a saját koltáján is van szemét, meg máshol is van szemét. Tehát majd, ha mindenki abba a kategóriába tartozik, hogy nem csak a portánon vagyok igényes, hanem a szemet, bocsánat, hulladékod is legyen az, bárminemű hulladék a megfelelő módon kezelem, akkor ez a probléma megoldódik. De sajnos most még nagyon úgy tűnik, hogy ilyen extrém eseteket kell kezelni, amit a portánon is pedig is jelzik. Még csak egy mondattal hagy egészítsen ki. Például volt olyan ember, aki az ötös csatorna rendszerébe már a tolajat belengedte. Tehát ez nem mondja nekem senki, hogy ez Pestről jött, megállt valamik lefolyónál, lengedte az olajat, föltöltött a fisebb. Az önkormányzat több százezer forintot fizetett azért, mert Halászi Károly utcán ez előbukott. Nagyon sok olyan ember van, illetve úgy mondom, hogy nem sok, bocsánat, ezt nem jól mondtam. Van olyan ember, aki a mosóvizet például a csatorna rendszerbe, a szennyvíztisztító rendszerbe belevezeti, mert neki ez a kényelmes. Mert akkor nem kell szippantásért fizetni, stb. Találtunk Józsi Neljonságban leengedett fáradtolajat kint a határban. Mezőgazdasági ember vagy. Nagyon jól tudott, hogy a műtrágyás rák ugye ki van perforálva, hogy ne pukkadjon ki. Be volt kötve, ki volt dobva, szépen ott szivárgott kifelé. Nem. 4 liter volt benne, tehát nem személykocsiból volt leengedve. Mi van olyan lakó társam vagy utcában, aki egyáltalán nem törődik, ne hagyja mondjam a nevét. Van ott neki több portája, oda vannak mindenféle. Na mindegy. Azzal mi van? Azzal senki se. Szóval hogy lehet azzal bírni? Egyáltalán lakossági ráhatással. Értem. Tehát össze kell állni az embereknek, és oda menni, és elmondani neki, hát, hogy igen, akkor lehet azt mondani, hogy mert nem tudom, hogy kiről van szó, hogy Gábor, ez így nem jó. Más nem tudunk csinálni vele. Tehát egy példát hagyd mondjak, és előtt is, hogy jól maradtam. Tehát sokszor jönnek, hogy valamit csinálni. Törvényi lehetőségek nagyon kicsik. Én egy példát mondok. Tavaly évben, amikor a tévé is foglalkozott vele, igen, hogy Pesten az egyik panel lakásban galambokat szoktatott egy ember, és ott volt kint az ANTS, ott volt kint a polgármesteri hivatal, és azt mondták, hogy nem tudnak vele mit csinálni. Tehát Némedire, ahol ilyen probléma van, nem egyszer kihívtuk már a hatósági állatorvost, eljárást indított, stb. Tessék? Büntetik meg, hogyha ő meg nem fizeti be. Ez szomorú. Hát most erre megint azt lehet mondani, én nem tudom, hogy kiről van szó, de hogyha egy telket eladna, akkor lehet, hogy ez az emberke az összes többit rendbe tudná tartani. És nincs, aki erre ráálljon, hogy opá, minden. Iva néni, még egyszer mondom, a lakosságnak össze kell fogni. És nem azt mondom, hogy oda menni és elverni, hanem meg kell próbálni ráhatni. Tehát a közösségi életnek sokkal, sokkal jobban ki kell alakulni, így lehet majd megakadályozni ugye a lakhatási problémákat is, meg stb. Tehát ha csak simán törvényi és rendeleti alkotással ezeket sajnos nem tudja kezelni sajnos. Mondom még egyszer, hogy hoztunk önkormányzati rendeletet, ugye ez volt a címe, ez kellett a címnek lenni, hogy a kirívjon közösségellenes magatartásról rendelet. Megalkottuk, hatályba lépett, megrendeltük a csekkeket, tudjuk most már bírságolni, megjöttek a csekkek. Pont aznap, tehát pont november 15-én az Alkotmánybíróság ezt elveszette. Tehát
Így, hát ebben, amiben benne volt, hogy hajléktalanok is kint aludhatnak továbbra is az aluljárókra, ebben az egy csomagban volt benne ez a rendelet is. És ugyanúgy például most... Marad a bűz. Igarázső akart szólni, hallgassuk meg aztán. Hát meglepő dolgokat, például a polgármester úr mondta, hogy Pécsi Sózsákból olaj, én találtam egy 50 literes kannába párat olajat, ólomakkumulátor, olyan folyadékot, hogy nem tudtam beanalizálni, hogy mit tartalmaznak, tonnaszám sintet, stb. Úgyhogy mindenki párunk nem csak azért, hogy azzal a 2-3 zsák szeméttel, vagy akár 10 zsák szeméttel, hogy fölszed hulladékkal, amit felszed, hogy abban segíti, hanem egy, hogy lássa, hogy mi van eldobálva, és aki már egy picit munkát fektetett bele, az már jobban ösztönzi magát arra, hogy ha lát egy szemet előtt, lát szóljon meg, hogy én ezért dolgoztam, én is már megállok, nagyon sok ember, hála Jóistennek, elég sokat járom, tehát hála Jóistennek már egy pár embert megfogtam, nem azért hála, hogy eldobálja a szemetet, hanem a sikerült nyakon sípni, és volt olyan, aki visszapakolt az autóba, volt olyan, aki elmenekült előlem, volt olyan, aki az élet egy picit föntebb áll, de pont a polgármester úr említette, 2015-ben jön ki az új hulladék hasznosítási, vagy hulladékgazdálkodási törvény, köteles lesz az eladó visszavenni a régi fóliákat például, tehát a PET palackot, az akkumulátorokat, a gumis köteles lesz átvenni, használt autógumit. Tehát, és még mindig azt mondom, hogy még mindig vannak olyan emberek, akiknek könnyebb az, hogy megállnak az árok szélén, valakinek a földje végén is leborítják. És azért szeretném, hogyha minél többen eljönnének, hogy, mert több szem többet lát. Nem a több kéz többet szed, mert úgyse tudjuk, nem fogjuk föl tisztába tenni a település egy tavasszal. Én gyanítom, hogy a százal lennénk, akkor is kellene hozzá egy 3-4 tavasz, mire látványos eredményt érnénk el. De inkább a kezek helyett a szemekre van szükség, aki meglátja és rászól a másikra, hogy ne dobálja el, hogy ne csinálja. Nem lehet rászólni, elnézést, mert nálunk a boltban megveszik a csokit, meg a üdítőt, meg akármit, mennek a buszra és ott dobálják el pont mielőttünk. És ha rájuk szól, kinevetnek, vagy azt mondják, na menj el akárhova. Úgyhogy meg lehet nézni, hogy előttünk, hiába se külön össze, már másnap már csak a szemét minden. Ahogy jönnek a boltból, mennek a buszra és dobálják el. Hogy legyen két irányú, és úgy, hogy nekünk is jól legyen, nem tud írni ezt vagy azt. Úgyhogy szerintem, ha hányan itt vannak, mindenki arra szavaz, akkor szerintem meg is lesz a többség. Úgyhogy köszönöm, elnézést kérek. És akkor minden újjára Józsinak szavához akarok hozzáfűzni, hogy az a járó nem jött el a képviselő után. Hát lehet volna mit szólni hozzá. Én jól értettem én azt, hogy a iparüzéséről nem a hivatalba megy, vagy itt a németiek, akik befizetnek adót, hanem az elveszi, vagy az állami lesz. Ez nem helyes. Én van ennyi, tehát... Ezt megmondanák a személyek. Meg is lehet neki mondani, mondom, mert nem lesz van nyelvűságban. Egy dologgal legyünk tisztában. Az ország egy nagyon rossz gazdasági helyzetben van. Tudom, lehet azt mondani, hogy még lenne, hol megfogni a pénzt. Milyen marad németi tapasztalat? Éva néni, én még azt mondom, hogy... Megmondanám azt szerint, de biztos. Jó, ezt mindig megmondtuk, képviselőtestület ülésen is megmondtuk. Éva néni kell, tehát nagyon rossz gazdasági helyzetben van az ország, és bizonyos elvonásokat Éva néni, nekünk is el kell tűrni. Tehát ez pont olyan Éva néni, amikor
nagyon jól tudja, volt egy rossz gazdasági év, egy mezőgazdaságban, akkor az ember azt mondta, hogy most egy picit visszafogom a kiadásokat, és megpróbálom átvészelni. Tehát én nagyon sok olyan dologgal találkozok is ebbe, hogyha gondolják, én nagyon szívesen akár a közmeghallgatás után is, akár személyesen is belemegyek ezekbe a beszélgetésekbe, de hogyha kívánják most is. Éva néni, mit szóljon az a település, például, ahol egyetlen egy forint adóbevétel nincs? Dolgozzanak. Éva néni, azok az emberek ugyanúgy dolgoznak, tehát hagyd mondjam, hogy Alsó-Némedén az alsó-némedéni polgároknak a legkisebb része a befizetés. Nem onnan jön az adóbevétel. Hál' Istennek azért jön egy kevés gépjármű adó, egy kevés iparüzési adó. Három nagy cég például az összes adóbevételnek az 50%-át adja. Ez a Penny és az ahhoz kapcsolódó cégek, tehát Reve, stb. A CVA és a GLS. Ez adja az adóbevételeinknek az 50%-át. És akkor még itt van a többi. Tehát Éva néni, én úgy gondolom, hogy az, hogy Alsó-Némedén mennyi bevétel van, ennek nagyon-nagyon örüljünk. Örüljünk annak, hogy még mindig az átlagtól sokkal több fog itt maradni. Próbáljuk meg ezt a most jelen pillanatban kevesebb összeget úgy felhasználni, hogy ez a településnek legjobban szolgálja, és a településben természetesen a lakosság ott érte. Tehát a lakosságnak a legjobban szolgálja az érdekeit. És adjunk hálát az Istennek, hogy ilyen helyzetben vagyunk. Hát igen, csak rosszul esik, hogy elviszik a pénzt. Igen. Hát elvitt, nem elvitték, kérjük én, mikor fizettük a községfejlesztését, elvitték Gyabasra. Hát azért, hogy utána egyet tudjuk Gyabasra, minden pénzt megadjuk. Régen is így volt. Igen, tehát azért tudni kell, hogy van egy államadóság, amit vissza kell. Ami összeloktak. Éven én most ebben én azt mondom, hogy ne menjünk bele, mert... Én megmondanám, ahol ide vinnám, ahogy hívják. Mi is a páncél, és hát mindegy. Éva, én megígérem, hogy egy találkozót összehozok. És erről is. Ott is, akkor a lesz is. Hogyha megengedek, akkor Miklós akar. Ugye azóta erre készítve a közlekedési koncepció, ami kijelöli például a kerékpárutaknak, hogy mert afelé fogunk haladni, mert ugye most még autóval megyünk nagyon sok helyre, de lehet, hogy majd 15-20 év múlva az autókat azokat nyugodtan leállíthatjuk, és kerékpárra kell járni mindenkinek, mert olyan ár lesz az energiának. Tehát egy olyan koncepció lett készítve, ugye ami fönt van a most jelen pillanatban is a honlapon, ami lehetővé teszi, ahol lehetséges, és tehát ezt teszi előtérbe, vagy helyezi előtérbe, hogy a kerékpárosok is tudjanak közlekedni. Ezt a régi terv, ezt nem kezelte. Tehát olyan terv van most ugye, hogyha ezt a közlekedési koncepcióból kivesszük, hogy a Halászi Károly utca és a Dózsa-György tér, vagy esetleg a Kossuth-Lajos utca közötti részen, ugye le lenne szűkítve az ötösnek a szélessége, mert ott van most a kis kerékpársáv, ami életveszélyes, ezt úgy gondolom, hogy aki kerékpárra közlekedik, ez mindenki meg tudja erősíteni. Tehát annyival le lenne szűkítve az ötösnek a szélessége,
és most így, hagyd ne mondjam pont, hogy hol, de legnagyobb részt ebben az oldalban, itt a belső szerviz úton egy kerékpárút lenne kiépítve. Nyilvánvaló, hogy ezt majd képviselőtestületülés garmada fogja jóvá hagyni. Célszerű lenne egy olyan település központot kiépíteni, ami Alsó-Némedinek egy jellegzetes pontja lenne, ami tartalmaz azt, hogy ezen a részen például a légkábeleket fölbe kellene tenni, mert például most, hogyha valaki tud a római katolikus templomról úgy készíteni fényképet, hogy ne legyen benne egyetlen egy villanyoszlop se vagy kábel, akkor ez csak az oldalsó részről lehet. Tehát nyilvánvaló maga a terv elkészítése ez nem egy olyan nagyon nagy összeg, de hogyha erre forrás lesz, vagy forrás tudunk majd biztosítani, és azt is hozzáteszem, hogy ettől vannak fontosabb projektek is, de elő kell készíteni, mert bármikor lehet egy olyan pályázati kiírás, amikor nagy támogatási intenzitással ezt meg lehet valósítani. Tehát én most azt mondom is, hogyha nem így van, akkor nyugodtan cáfoljanak meg, tehát nincs Alsó-Némedinek arculata. Tehát nincs olyan része, hogyha az ötös nem is végigmegy valaki, kifutatáshoz, hogy azt mondja, hogy halljátok a falu, ez egy csodálatos. Aki nem inkább a gázt próbálja nyomni, hanem lefékez és azt mondja, hogy hát itt érdemes szétnézni. Ez szükséges egy település életében. Tehát nyilvánvaló, hogy fontosabb ettől az, hogy jó legyen az orvosi ellátás, jó legyen az oktatás, jó legyen ennek az utat, járdák, stb. De ezt is be kell rakni. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az ember mondjuk a 270 forintos Párizsin is, vagy Parizsen is elég sokáig, vagy el tudna élni, de hát azért néha eszik mondjuk marhapörköltet is hozzá. Tehát így van. Tehát ez elő kell készíteni legalább. Tehát hogyha nem is kerül egyből megvalósításra, de elő kell készíteni őket. És mondom, annak a szellemében már, hogy a kerékpáros közlekedésnek zöld utat tudjuk biztosítani. Kérdezem a kedves barátokat, kívánnak-e még hozzászólni? Úgy vannak vele, hogy sok értelme eddig sem volt, és akkor most már mindegy. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételét. Azt higgyék el, hogy ezek az emberek, illetve akik a polgármesteri hivatalban, óvodában, iskolában, műfázban dolgoznak, azoknak mindnek az lebeg a szem előtt, hogy a lehető legjobb szolgáltatás is a falu lakosságának. Kérem önöket, hogy vegyenek részt a falu életében, jöjjenek el a rendezvényekre, ne csak erre a közmeghallgatásra, hanem a művelődési ház által szervezett. Elnézést, ha képviselő úgy jön, akkor én mindenkinek fogok szólni, hogy jöjjön el. És lesz hozzászólásunk. Jó, hát ezt eleve kérünk egy... Ezt megköszönjük. Így van, mi kérünk egy időpontot, és be is tesszük a hírmondóba, hogy mikor lesz el, ez úgy gabikus. Én hozok tízletét. És akkor... Még annyit szeretnék kérdezni, hogy két munkacsoport is lezárta a működését, ami ügyeket vizsgált, és a munkacsoport tagjait kérdezném, hogy hogyan zárultak ezek a vizsgálatok. Elsősorban a Suzuki úrban, másodszorban pedig a Suzuki úrban munkacsoport és a Szemétbányát vizsgáló munkacsoport tagjait kérdezném, hogy végül is mire jutottak? Jutottak-e valamire, és hogy lett az utóélet ennek a dolognak? A Szemétbányáról annyit tudok mondani, egy független környezetvédelemmel foglalkozó jogi cég csinált egy tulajdonképpen summázta a Szemétbányának az idáig történetét, volt benne egy ajánlás is a végén. Józan képviselő úrral kaptuk ketten, vagy a polgármester úrral kaptuk ketten a feladatot, hogy készítsünk erről beszámolót.
Hát megmondom őszintén, hogy az én hibám, hogy még egy picit késésben vagyunk, de a beszámoló szerintem a januári vagy a februári ülésre mindenféleképpen el fog készülni. Hát a Suzuki Umarról pedig elfogadta a képviselőtestet a beszámolót, az már megtörtént. Azt hiszem a májusi ülésen, ugye? Májusi ülésen. Ott készült egy szakvélemény, amit egy a Budai és Kovács nevű ügyvédi iroda készített. Ő tette valamilyen javaslatot a képviselőtestületnek? Akkor várom azt volt a Viktornak, mert hát itt annyi volt költi a képviselőtestület, hogy döntse, hogy szeretne jogi úton folytatni ezt a dolognak a további görgetését, hogy van-e felelős vagy nincs felelős. Képviselőtestület a jogi szakvélemény után úgy döntött, hogy nem folytatja tovább ezt, tehát nincs értelme ezt tovább görgetni. És feltárta-e bűncselekmény alapos gyanúját a jogi szakvélemény készítője? Hát én úgy gondolom, hogy ez a dokumentum ez nyilvános és mindenki számára elérhető, és a megfelelő részszakítakarásával nyilvános, tehát felelhető, és abból egyértelműen kiderül az elvárt irányú válasz. Hát hagyj válaszoljak bennük, hogy így van, a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem tesz följelentést a Suzuki ügyben, annak kapcsán, hogy alsónémeli lakos Jézé úr ugyanebben az ügyben tett följelentést az előző képviselőtestület, illetve a polgármester és más személyek ellen. Ezt a nyomozást a ügyészség lefolytatta, bűncselekmény hiányában elutasította. Jézé úr az fellebbezett, a legfőbb ügyészség újra lefolytatta a vizsgálatot, és bűncselekmény hiányában elutasította a följelentést. Úgy gondolom, hogy ha egy ilyen bírósági vagy ügyészségi vizsgálat megtörtént, akkor ezt el kell fogadnunk. Én bízom benne, hogy tudjuk hasznosítani, vagy el tudjuk majd adni ezt a Suzuki. Peres úton ezt nem biztos, hogy meg tudjuk oldani. Az utóbbi két évben volt hasznosítva esetleg valakinek bérbeadva, és mennyi bevétel volt belőle? A Béla Kft-t kell majd megkérdezni, mert nem tudok válaszolni. Kisebb bérbeadások voltak, igen. Jó. Azt szeretném még megkérdezni, hogy december 8-án a Biokör Kft. A Sittelep Béli Odán levő monitoring, nem hivatalos monitoring kútból az önkormányzat megbízására vett mintát. Hogy ez idén volt korábbi mintavétel, vagy ez volt csak az első ebből a kútból? Nem tudok elválaszolni. Azt tudom, hogy a hivatalos kutakból fél évente veszik a mintavételezést. Akkreditált laboratórium végzi ezeknek a vizsgálatát, és ezek vannak csatolva a jelentéshez, amit a környezetvédelmi felügyelőség felé csatolunk. A december 8-ai mintavétel az hatósági előjárásra történt, vagy önszorgalomból? Természetesen a most engedélyezett kutaknál az önkormányzati megrendelések alapján végezték el, ami nem tudom, hogy milyen kút van ott, egy nem engedélyes kút, arra szerintem... Mi láttuk a munkalapot, az önkormányzat volt a megrendelő arra a kútra is, és egyértelműen nyilatott mind a két kollega, aki ott vette a mintát, hogy a vizsgálat megrendelője az alsónémeli önkormányzat. Az alsónémeli önkormányzat az a környezetvédelmi hatóság felé adandó jelentéshez szükséges vizsgálatokat rendelte meg. De csak három kútra vonatkozik, ami hivatalosan is vízjogi engedéllyel létezik. Tehát ön azt állítja, hogy az önkormányzat nem rendelt mintavételt a nem hivatalos monitoring kútból, amit december 8-án a Biokör elvégzett? Nem tudok róla, lehet, hogy rendelt. Nyilvánvaló, hogy nem én vagyok mindennek a megrendelője. Hát akkor ki? Hát gondolom, az önkormányzatnál vannak különböző ügyintézők, akikhez hozzátartoznak bizonyos résztvevők. Hát egy 100 000 forintos vizsgálatot nem hiszem, hogy bárki megrendelhetne, de hát ez lehet, hogy ezt én tudom rosszul.
Én ennyit szerettem volna kérdezni. Köszönöm szépen. Én meg azzal szeretném kiegészíteni, igen? Hogy a Juhász úr megkérte ennek a vizsgálatnak az eredményét, aztán 9-én, annak a vizsgálatnak az eredményét, amit 8-án folytattak, de nem tudom, hogy a kolléganőm válaszolta már, hogy természetes, hogy amint majd is megkapjuk ezt a vizsgálati eredményt, akkor ön is hozzájuthat, de is javaslom, hogy a jövőben, hogyha egyéb dolgokra is kíváncsi, akkor esetleg megteheti közérdekű adatkérés keretében, és akkor biztos, hogy pontos választ fog kapni, mert azért úgy gondolom, hogy akik itt jelen vannak, egy önkormányzatnál több ezer ügy van folyamatban, az év folyamán nem biztos, hogy olyan precíz választ tudnak adni, amire ön kíváncsi. Úgyhogy javaslom, hogy legközelebb akkor pontosabb adatkérést kérjen. Én azt gondolom, hogy ez a szeméttelepű ügy, vagy sittelepű ügy, ez nem olyan kis horderejű, hogy ez fölött el lehessen siklani. Mert ez a rekultivációs kötelezés, ami most még az önkormányzaton van. Arról beszéltem, hogy ön megkérte ezt az adatszolgáltatást, akkor, amikor még az önkormányzat rendelkezésére sem állhat az eredmény, amint megérkezik, meg fogja kapni, de módja lett volna, hogy ezeket a kérdéseket ebbe az adatszolgáltatási kéreimbe föltegye, és ezekre már valószínű most tudná a pontos választ. Nagyon szépen köszönöm. Meg is tette, hogy egyébként valószínűleg meg fogunk kapni. Köszönöm szépen. Egy másodperces kiegészítést, és én ezt le is zárnám. Tehát azt tudni kell, hogy például én ellenem két esetben tettek büntetőkori jelentést. Az egyiket azt lezárta a nyomozóhatóság bűncselekmény hiányában, a másikról még nem értesítettek. Az önkormányzat ellen több bírósági keresetet nyújtottak be, ami közérdekű adattal kapcsolatos. Eddig kettő elsőfokú ítélet van, mind a kettőben a kérelmezőt önnek elutasították, tehát lényegében az önkormányzatnak adtak igazat. Én úgy gondolom, hogy mind az önkormányzat, tehát a képviselőtestület, mind a polgármesteri hivatal jó végzi munkáját, és mondom még egyszer, azon vannak, hogy a lakosság érdekét a legmesszebb menőkig szolgáljon. Köszönöm szépen a figyelmüket, kívánok mindjárt áldozék és karácsony, és boldog új esztendőt. Viszont kívánok! Thank you.